néztem rajtatok, és az jutott eszembe, hogy nekem melegem van. Nem zavar, hogyha levet, mert itt van, aki kabátban van, de nem baj, hogyha nem? Csak hát, van alatta ink. Az mindenképpen. Mert közben nem akartam megzavarni már. Nadrágban. Az alatt is van másik. És az alatt is. Ugye az embernek nem baj, hogyha sok bőre van, a bőr alatt meg hám. A hámréteg alatt meg mindenféle egyéb réteg. Ugye aki anatómiát tanult, az tisztában van ezzel, hogy ahogy Shrek is elmondta, annak idején olyanok vagyunk, mint a hagyma. Ugye több héjjal rendelkezik, némelyeknek már csak héja van és magja nincs. Ugye itt a mag népe gyűlt most össze, és ezután a szép bevezető után, amely nekem gondolatot adott, mert aki olvassa a honlapot, az tudja, hogy ha megszáll az ihlet, akkor elkezdek ilyen nem szakavatottan nyelvészkedni, és mindig oda lyukatok ki, hogy magyarul értelme van. Sőt, magyarul van igazán értelme, és az adventről jutott eszembe azt, hogy az oroszok, azok a magyart nem magyarnak nevezik, hanem vengernek, ugye? Ez magyarul úgy hangzik, hogy vén és a ger, ugye itt a szótagokat és ugye a székely, a rovás írásban visszafelé olvasva, gyakorlatilag azt jelenti, hogy régi név, vén, ami név, a ger, gér, rég, régi név. Tehát a venger, az a szkíta hun őseinkre visszautalva, hogy igen, a magyar, a venger, aki neki venger nem magyar, az a régi nevű, az, akinek már régen is neve volt. Tehát ez a névadás is valószínűleg, mert így ment aztán át a görögbe, és így ment aztán át a most latin nyelvnek ismert nyelve, de eznek mindnek az alapja magyar. Feleségem volt egy szakmai továbbképzésem, mert hogy gyógyszerészeknek kötelező, és ott az előadó többször elismételte, hogy a görög eredetű szó a gerontológia. Ugye a gerontológia az az idősek tudománya, tehát az időskori betegségekkel foglalkozónak mondott tudomány. Fordítsátok már meg a gerót. Olvassátok vissza fel. Öreg. Milyen érdekes, nem? Ez a görög nyelv. Huncut egy görög nyelv, nem? Olyan, mintha magyar lenne, csak fordítva kell olvasni. Ezért érdekes, hogy jobbról balra, vagy balról jobbra olvassuk, mert hogy a jelentése gyakorlatilag magyarul érthető, még ha görögül is van. Tehát beszélgetésnek indul, én először is egy gyors közvéleménykutatást szeretnék tartani. Mennyi legyen a beszélgetés? Mennyi lehet a beszélgetés? 2 óra? 3? 4? Mennyi a fülszólag? 4 óra 40 perc. Nem, megígértem, hogy hazamegyek egy időben. Tehát akkor nagyjából 2 óra, de úgy bekalibrálva annyit még bír az embernek a hólyaga, az asszonyi meg pláne. A másik kérdésem, mert akkor maradhatunk ebbe. A másik kérdésem, hogy van-e valakinek olyan kérdése, amely még fontosságát megelőzően a beszélgetés fővonalát, hogy megakaszthatná. Tehát azt mondaná, hogy ezt tisztázzuk, és addig ne is lépjünk tovább. Nyilván ez feltétele, hogyha valaki nem olvassa rendszeresen a honlapot, és nincsen napi szinten, hogy úgy mondjam, képbe a világon zajló eseményekkel, aznak nyugodtan lehet napi kérdése. És azt mondja, hogy figyeljünk, most akkor lesz háború, vagy nem lesz háború. A Jóisten így akarja, vagy nem így akarja, nem tudom, ma nem konzultáltam vele, holnap fogok, ezt megígérhetem. Ez mindig rajta múlik, ő hív. Én meg csak fogadom a hívását, de ígéretem van, hogy holnap hívni fog. Vagy holnap után, vagy amikor ő így akarja. Háború már van, tehát csak azért kellene a fogalmakat helyén kezelni, és ugye nyilván fogalom, ugye az, amit a foggal körömmel ragaszkodunk, és a kézzel, mert a kezünk fog, meg kell ragadni. Amit nem tudunk megragadni, az a megfoghatatlan, azzal nem tudunk mit csinálni. Ezért van az, hogy a fogalmak elveszítették már a jelentésüket, ki vannak facsarva, a szeretet, a hit, a vallás, a politika, a társadalom, semmi nem azt jelenti, amit korábban jelentett, és az a baj, hogy az ember, ha nem tisztázza magában, elsősorban magában. Ez egy ilyen kollektív
tudattal rendelkező lénynél, mint az ember, nagyon fontos, hogy mindenki saját maga adjon hozzá a kollektívához egy olyan elemet, amit mondjuk csak ő tud birtokolni, mert higgyétek el, sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, azt mondja az áltudomány most, hogy mindenki helyettesíthető, próbáljátok ki egy multi raktárba, mondjuk raktárpakolónak, vagy mondjuk egy biztonsági őrnek, bárki beállhat most. Gyakorlatilag nem számít, így van? Darab-darab, bemész a bankba, látod az idős úriembert, aki meglett 80 év fölötti, és pisztolytáskával, van, anélkül ott dolgozik. Hát, és elgondolkozol rajta, hogy mit tudna ezt csinálni egy valós helyzetben, egy tagba szakadt illetővel kapcsolatban. Hát maximum madár ijesztőnek van ott, hogy darabra meglegyen. És nem töltik be a szerepét, mert valószínűleg a szerepe nem az, amire az ember gondolna. Oda van téve kirakatnak. Gyakorlatilag az egész életünk egy ilyen kirakat. És aki már, nyilván azok ülnek itt most jobbára ezekben a székekben, akik már ezt nem csak sejtik, hanem egész pontos fogalmakkal rendelkeznek, hogy az, amit látnak, amit levetítenek nekik, amit mondanak a sajtóba, hirdetnek ilyen-olyan publikációkon keresztül, az feliből nagyjából, vagy egészen, de nem az, ami valójában van. Ezt úgy kezdjük érteni, kezdjük sejteni, mert bekapcsoljuk a televíziót, akármelyik csatornát megnézzük. Most már nem nagy csúsztatásokkal hozzák le a száraz tényeket, hogy baj van. Mai hír, ez már csőd. Nem csődör, csőd. Mondja mondjuk az MSZP-snek, most az MSZP-snek beállított egyik ember, aki természetesen a háttérben teljesen mindegy, hogy melyik pártnak a tagja, valamelyik pártnak a tagja, bejelenti, hogy Magyarországon gyakorlatilag csőd van, és le kell mondani a másik embernek, aki nemrég még azt mondta, hogy ők okozták ezt a csődöt, meg kijelentette, hogy 2 évvel ezelőtt is csőd volt. Nem? Emlékeztek rá? Orbán 1 évvel ezelőtt kijelentette, hogy 2 évvel ezelőtt csőd volt. Előtte Szijjártó is kijelentette. Most kijelentette a Mesterházi, hogy csőd van. Most akkor kinek higgyek, gyerekek? Vagy bárki mondhatja már, hogy csőd van? Mert ha én mondom, akkor nem hiszi el senki. Ugye milyen paradoxon? De ha ők mondják, akkor az már jelent valamit, de az ember nem tudja. És mi a különbség a között, hogyha ő ott mondja, annak súlya van, mert az igaz, mi meg elmondjuk, mert tudjuk már mi azt, mi itt ugye már az információ áramlás az interneten keresztül, meg ilyen baráti beszélgetéseken, találkozásokon keresztül azért akadálymentesen, kvázi szűretlenül juthat el az A pontból a B pontba, és nem kell egy magyarázó ember, aki elmagyarázza, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, ha csőd van, az azt jelenti, hogy bármikor, bármi a feje tetejére, illetve visszájára állhat, és semmi nem ér gyakorlatilag semmit, az életünk sem. Tehát minden, amiben hittünk, amit el akartak hitetni velünk, az életbiztosítás akkor számít, vagy akkor él valamit, biztosítónak vannak ugye külön kritériumai, ezért is vásároltam vissza a biztosításom, és azért, mert úgyse tudtam fizetni, hogy például hadi helyzetben, illetve olyan cselekmények kapcsán, amely erőszakos cselekmény és államellenes és állammal kapcsolatos, forradalommal, egyebekkel kapcsolatos, nem fizet semmilyen biztosító. És most afelé kennál. Sőt, egy egyszerű hétköznapi autóbalesetet be lehet aztán úgy állítani, hogy az mesterségesen előidézett valami volt, és már nem is fizet a biztosítót. Ugye esetünkben, néhányunk esetében ez eléggé kézzel fogható, hogy úgy mondjam, veszélyforrás. Tehát a biztosító akkor se fizetne, hogyha te 15 éve fizetnéd azt a biztosítást, amit megkaphatnál, az bukottnak mondott pénz. Vagy másik ilyen apropó, amelyet ugye a pénzzel, mert ugye mindenki azt mondja, hogy a pénz körül forog a világ. Na most a világ a pénz körül, tényleg a pénz körül forog, csak az a kérdés, hogy mi körül forog a pénz. Mennyit ér a pénz? Van-e pénz egyáltalán? A pénznek van-e értéke? Vagy bárki nyomtathat pénzt, vagy bárki azt mondhatja, hogy ennek a pénznek az az értéke, amelyet mi értéknek titulálunk, az holnaptól már nem számít. És most már nemzetbiztonsági nyomozás folytatnak, már ugye a hírek szerint, hozzáteszem, ez nem kell a híreknek hinni, de most már bejelentik, hogy nemzetbiztonsági kockázati tényező, és azt meg kell vizsgálni, hogy kik intéznek a forint ellen támadást. Mikor már elmondták? És én 1 évvel ezelőtt elmondtam, hogy 850 forintért vásárolnak bankközi árfolyamon egyetlen 1 eurót. Már 1 évvel ezelőtt.
És most, amikor egy elemző mert elmondani egy hónapja, hoztam ugye a hírt, hogy akár 1000 forint is lehet 1 euró, 1000 forint, az nem egy lehetőség, az a valóság. Tehát a bankközi árfolyamon a svájci Rothschild, a judapesti Rothschilddal ilyen 1000 forintos árfolyamon vásárolja a valutát, úgymond vásárolja, hát adja, veszi, csereberéli, úgyhogy ennek a sápját, azt mi fizetjük meg, tehát azt a különbözetet. Az, hogy most közben 315, 350, 300, akármennyit, vagy 400 felé, az ne zavarjon meg senki. Mert közben azt mondja, hogy beépítjük az üzemanyagába, és az üzemanyagot toljuk fölfelé 500 forint felé, és majd a csillagoség a határ, bár infláció nincs, de a gázolaj árára, hogyha ráteszik folyamatosan, és most ugye január 1-ével még megáfázzák, azt, amit addig fölemelnek, tehát nem mindegy, hogy 500 forintnak a 2%-a, a 25-höz plusz 2, vagy mondjuk 300 forintnak a 2%-a 25 plusz 2-vel, azért alapvetően nem mindegy. Az gyakorlatilag milliárdos pénzkivét, illetve milliárdos forgótőke kivétet jelent a magyaroknak, mondom, a magyar társadalomnak, az élő eleven embereknek a zsebéből, amely viszont tudjuk, hogy a végén az ingatlanjaikra megy. Mert hogy az árban az üzemanyag ár a kenyér árába, a tej árába mindenkor be van építve. Nem kell azt mondani, hogy emelkedett, hát tudjuk, hogy és ráfogják a végén a szállítókra, meg a pékekre, mert az őszivetést nem tudták, illetve elvetették az őszivetést már arra a kevés magyar földre, ami maradt. Ugye Eko TV-ben 2 éve hivatalosan is közölték, hogy hiszem 83-85% külföldi kezekben van a magyar föld tulajdonnak. Akkor milyen magyar földről beszélünk, még a magyar búzáról, magyar gabonáról. Most az őszivetést elvetették, több olyan ismerősöm, barátom van, aki ugye arra panaszkodott, hogy ilyen nem volt még, hogy nincs eső. Tavaly minden szíre, szóra egy csettintésre már zuhogott is, tudjuk, láttuk, hát permeteztek. Most egy kicsit engedték, föltámadott a szél, hazajött a feleségem, és meghozta a napsugarat. És de jó, mondom, legalább látom a csíkozó repülőgépeket, mert most már tényleg lehetett látni, mert eddig ugye nem láttuk, mert takarásban volt, mert szélcsend volt, tehát heteken keresztül szélcsend volt Magyarországon, ugye nem nagy magas hegyekkel övezett, itt mindig van szél. Tehát olyan, én biciklista vagyok, tehát én nem emlékszem, ugye ilyen időt kívántam volna magamnak, hogy heteken keresztül ne legyen szél. És nincs szél, deficit van szélből. Deficit van szélből, viszont szállópor, meg jódizotóp, és a fene tudja, hogy mi van még a levegőben, amit most már ugye kénytelenek elmondani, és ez mind csak azért van, hogy nekünk jó legyen. Hogy ezzel foglalkozzunk, és azzal ne, hogy közben az árak szabadulnak el, és közben, aki ugye olvassa és összeszedegetem ezeket a híreket, a nagy politikának meg kis politika nincs. Tehát a nagy politikai helyzet az igen-igen, hogy úgy mondjam, robbanás veszélyes. Minden második komoly elemző cikk, amit a honlapon is ugye földobálnak azok, akik éltenek külföldiül, tehát angol, német és orosz portálokat olvasnak, az világháború terveje. Így kezdődik. A világháború mellett pedig atomfegyvernek a használatát emlegeti. Ráadásul ugye nálunk meg jódizotók, tehát az atommal kapcsolatos radioaktív kiszabadulásáról beszélünk, miközben a múlt héten, hétfő, nem tudom, hogy itt víjogott a sziréna? Itt víjogott? Én nem hallottam semmit Sziget-Szent Miklóson, meg sokan nem hallottak semmit, tehát olyan titkos volt ez a, lehet, hogy valahol szabad, valahol nem volt szabad, vagy csak bizonyos helyeken kellett a gyakorlatot megtartani, és közben olyan gyakorlatok vannak, amire az én generációm nem is igazán emlékszik. Tehát ilyen nem volt, és most nagyon furcsa, hogy hirtelen, minthogyha úgy olyan jelzések jönnének mindenhonnan, minden csatornából, gazdasági, katonai, rendvédelem, társadalmi szervezeti fórumról, amely abba az irányba mutatna, amelyet mi már itt évek óta, hogy úgy mondjam, elemezgetünk. Tehát egy kicsit olyan furcsa. A másik furcsaság az, hogy dacára annak, hogy mi erről elég nyíltan, szabadszájúan beszélünk, a honlapot nem támadják most direktbe, hozzáteszem szolgáltatót, igen, éppen Ecsekfalváról jelentkeztek be, 2 napja arra kapcsolták be Ecsekfalván, ott többen is olvasók, hogy a Google-ra dobálja kifelé őket, a postai honlaphoz nem lehet hozzáférni, egyszerűen nem találja meg a Google kereső, és a másik kereső is, tehát olyan, mintha elvágták volna a zsidót középen.
És nyilván az egyik barátom eléggé rámenős, és ő viszont ezt szóvá tette, tehát gyakorlatilag befenyítette a szolgáltatót, és addig kutakodtak, még rájöttek, hogy hát ott valószínűleg az MBH egy kicsit belenyúlt, és átirányította a rendszert ide. Persze az ember paranoiás lehet, mert rögtön azt mondják, hogy ez véletlen, de tudjuk, hogy nem az. Mert miután tegnap meg lett fenyegetve a társaság, elég komolyan, jogi vonatkozásait is megemlegetve a dolognak, hogy a többiről hogy ne beszéljek, legalábbis kamerában-e. Ma reggelre bejött nekik az oldal. Ugye? De egy kicsit rátartibban, hogy olyan határozottabban kell az érdekeinket képviselni, és ez minden forrásra vonatkozóan, és nem feltétlenül kell ám társadalmi szervezeteket emlegetni, mert a társadalmi szervezetekkel, ugye ez már tapasztalat, nyilván mi ezt pontosan tudjuk, hogy amennyi társadalmi szervezet terelődik össze, két-három ügynök belekerül, és rögtön a vezetői pozícióra tör. Egyik barátom azért nem tud most ideérni, mert Budapesten megy a nagy szócséplés, imások adjára, és kértem, hogy ha ott van, akkor már szólaljon föl, és mondja már el, hogy ha valaki tudni akar, akkor ezt meg ezt a cikkeket, meg oldalt, legyen a fáradtságot egy magyar ember, és tájékozódjon már, hogy mi van. Mert még mindig ott tartanak, hogy Gaudi Nagy Tamás, aki született, a legjobb tudomásunk szerint nem nagy, hanem grósz, Morvai Krisztinának a legbensőbb barátja volt egy időben, etc. etc. Nem ragozzuk, de mégis ugye tudjuk, hogy mi van a fogalom mögött. Ő szónokolhat megint a magyaroknak, akik tiszta szívű, jó szándékú, szeretettel telített emberek, és azt mondják, hogy a hazát meg kell menteni, és a hazának jót kell tenni, és a magyar gyerekeknek magyar földön, magyar kenyeret kell az asztalára tenni, még karácsonyra is. Így volna helyes. És közben tudjuk, hogy ez az, ami minden eszközzel meg akarnak akadályozni, azok, akik minden csatornát kihasználnak annak érdekében, hogy arról beszéljenek, hogy azért küzdenek, hogy ez megvalósulhasson. Csak valójában pontosan az ellentétét teszik annak, amiről beszélnek. És azért vannak ott, hogy a sok beszéd, amíg az emberek meghallgatják, és azt hiszik, hogy na, tegnap se, nem baj, ma se, de majd holnap, mert ő azt mondta. Előrehozott választásokat emlegetnek. Mikor írtunk erről? Ja, rögtön a választások után, hogy ezt gyorsan egy előrehozott választás kell, hogy kövesse, ha már egyáltalán megtartották a választást, mert nem volt biztos, hogy két évvel ezelőtt az a választás, az. Most majd fényesen kiderül, hogy elcsalt választásokról van szó. A bizonyítékok rendelkezésre állnak, a honlapon többször megjelent, hozzáteszem, senki rajtunk kívül nem foglalkozott vele. Az egyik párt se szervezett, senki nem. A honlapon megjelent. Beszéltem az illető hölgyet, aki megszerveztette az ügyet, végig szaladta az egész nemzetinek mondató oldalt, mindenkinek odaadta a kezébe, az lett az eredmény, hogy Pintér leültette két hónapra, más ok miatt. Én most kiszabadult, most beszéltem vele, kértem, hogy minden mondjon tovább, mert amit ő elmondott, az egy ilyen postaimre kis előadás anyaga, csak az ő aspektusából egész más bűncselekmények és egész más lelki vonzatokkal rendelkező oldalról tudja megvilágítani a tényeket. De tények, elcsalt választások voltak két évvel ezelőtt is. És most egy újabb választások felé terelődünk, hogy megint menjünk és szavazzunk, mikor a medián és a többi statisztikainak mondott hivatal, meg elemzőközpont azért egyre inkább azt csepegteti, hogy itt nincs már nagyon kedve szavazgatni az embereknek. Elege van a szavazatokból. Mert nem bízik benne. Azért úgy csepegtetik, hogy már csak 40%. Meg hogy elfogyott az egyik pártnak, most a nagy többségnek mondott pártnak, már a szavazó állományának a fele elfogyott, de a másik párt az nagyon beleerősített, és akkor, gyerekek, és nem volt még elegünk belőle, hogy szavazzunk valahol, valamelyik urnánál dobjuk be, amelyet vagy beszámítanak, vagy nem számítanak, és fogalmunk nincs róla, hogy hány magyar állampolgár van, egyáltalán magyar állampolgár. Hogy a magyarnak mondott állampolgár közül hány magyar van, azt meg megint ugye külön meg kellene vizsgálni. Nyilván nem véletlenül volt most a nagy fölmérés, mert ugye hivatalos adatokkal majd alá kellene támasztani az előrehozott választásokat, hogy lám-lám, a múltkori választásnál bebuktuk, meg kiszivárogtak az információk. De most már be tudjuk bizonyítani, pontosan ennyi magyar állampolgár, és ebből ennyi szavazott, és most már érvényes, ha ketten elmennek szavazni, na az is. Az új alkotmány értelmében, illetve az új választási törvény értelmében, amelyet minden áron át akarnak verni. Tehát ha csak egy ember elmegy szavazni, már a többi meg azt mondja, köszönöm, azzal szavazok, hogy nem szavazok.
Tehát gyakorlatilag bejelentik, és az óruk alá dörgölik, hogy a demokráciának vége. És ebben az a szép, hogy az összes parlamentinek mondott párt, aki azért van ott, és azért van jó vastagon megfizetve, hogy bennünket képvisel, az életet képviselje, az igazságot képviselje, az mindenki felemelte a kezét, illetve megnyomta a gombot, már legalábbis annyira, hogy ez rögtön hivatalos oldalát mutassa, és rögtön törvényerejére lépjen. És olyan dolgokat készítenek nekünk elő, ami azt hangsúlyozza, hogy jövő januártól, azt tudjátok, január 1-ével technikai csődben van az ország, független attól, hogy most mit mondanak. Mert az új alkotmány, amelyet én most hagyd ne minősítsek, mi nem ismerjük el ennek természetesen, de az új alkotmány az akkor lesz érvényes, ha egy második kormány, tehát két kormánynak kell jóvá hagyni, ezért kell most előrehozott választás, azért kell minden most nagyon gyorsan megcsinálni, hogy hivatalosnak legyen mondható, egyébként nem hivatalos alkotmány. Akár egy új választással, amikor még újra elcsalják és újra elcsalják, de akkor azt mondja, hogy most már jogszerű minden, de január 1-ével ugye a megszavazott alkotmány értelmében az állam adósság egy bizonyos limitet nem haladhat meg, amit mi most jelen pillanatban jóval meghaladunk, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy alkotmányba ütköző az a helyzet, amely január 1-ével a jelenlegi helyzet alapján, ha csak Izrael őslakosai nem segítenek ki bennünket, bár van egy ilyen terv, hogyha elindul a Kis-Ázsiába, vagy Közel-Keleten elindul a háború, vagy abban a régióban, akkor a menekülő befogadandó, ugye mert Magyarország befogadó állam, ezt megszavazta a parlament 2 évvel ezelőtt, minden befogadottra 4000, ha jól emlékszem a törvényre, 4000 euró per fő fejpénzt ítéltek akkor meg, tehát nem elég, hogy jönnek, hanem még az Európai Unió kellene, hogy fizesse, de persze a mikrosszángon még a 4000 eurót is nekik, a sok-sok itt lévő lakással, félig kész lakással, és nyilván a most kilakoltatandó vagy kilakoltatott embereknek a lakással, mert egyébként józan észre föl nem fogható, hogyha kilakoltatják a bankok az embereket, és tudjuk, hogy fogyó nemzet vagyunk, mert ugye a statisztikai hivatal az azt közli velünk, hogy 10 millió alá csökkent a létszám, és folyamatosan fogyunk, és azt is tudjuk, hogy a most még kisebbségben lévő cigányok, amelyeknek a vezetőiről az utóbbi 2 évben egy nyik hangot nem hallottatok, így van? Tehát olyan, mintha a cigány kisebbségnek nem lennének, még eltűntek. Ugyanúgy, mint a rendőri vezetők. Egy nyik hangot nem hallottok, egyetlen egy rendőri vezető, ORFK, BRF vezetőit meg tudja valaki mondani, Yale-ből. Ki a ORFK-nak a vezetője? Pedig korábban úgy, bármilyen kényesebb ügyben, azt tudjuk, hogy az ORFK kiállt a góré, és elmondta, hogy mi a nem tényállás, tehát hazudott. Most már szóvivők vannak, akik hazudnak helyettük, de egy-egy híradóban akár 4-5 rendőr szóvivőt, furcsa nevű szóvivőt hozzáteszem, és furcsa nem magyaros arcberendezkedésű rendőr szóvivőket lehet látni. De nem tudjátok megmondani a ORFK-nak, BRFK-nak a vezetője. Olyan, mintha nem is lenne. Olyan, mintha nem is lenne belügyminiszter. Mikor láttátok utoljára Pintér Sándor? Pedig belügyi helyzet van. Tehát elvileg vannak vezetőim, akire elvileg hivatkoznak, néha egy-egy ilyen kis újsághírben valahol föltűnik, tehát egy holokauszt múzeumot látogatott meg, átadott egy holokauszt emlékművet, átvette az emlékérmet az új izraeli nagykövettől. Tehát ilyen sallang híreket olvashattok, ha a Bazsisz oldalán jártok, ott elég sokat találtak ilyenből. A magyarnak mondott, rendőrinek mondott és belügyinek mondott, akármilyen vezető, és közben azt halljátok, hogy leszervezik az őrezredet, magánhadsereg alakul most a parlamentben, magánhadsereg G alakul gyakorlatilag a TEK, ami egyébként is a magánhadseregnek készült annak idején, sőt most már olyan jogosítványokkal akarják felruházni, amely eddig csak a nemzetbiztonságnak mondott hivatalnak volt elérhető, illetve az információs hivatal, de ugye hivatalokat átszerveznek, leszerveznek. Most már ugye kiderül, hogy a nemzetbiztonsági hivatalt már ugye nem nemzetbiztonsági hivatalnak nevezik, egyébként hozzáteszem, hogy már lassan 2 éve, csak most lesz meg hozzá az alkotmány, amely miatt ők alkotmányvédelmi hatóság kellene, hogy legyen. Tehát már akkor adják az alkotmányvédelmi hatóság, ugye eleve tudva levő volt, hogy amikor az MVH-t átnevezik alkotmányvédelmi hatóságá, úgyhogy még az alkotmányról szó se volt, akkor ott villogott a Posta Imrés csapatnak a lámpája, hogy gyerekek, ez mit jelenthet?
Hát azt jelenti, hogy ha alkotmányvédelmi hatóság van, akkor lesz alkotmány. Ha sok fegyver van, és sok biztonsági cég van, és sok magánhadsereg van, akkor mi lesz? Háború. Ha sok bank van, túl sok bank van, akkor mi lesz? Bankcsőd. Ha túl sok multinacionális, meg egyéb áruval foglalkozó cég van, akkor mi lesz? Áruhiány. Nem dömping, áruhiány. Ha túl sok, semmit nem érő pénz van a piacon, akkor mi lesz? Ad egy áruhiány, ugye pénztöblet van, utána hirtelen infláció, utána pénzkivonás és új pénz. Tehát újraírják a gazdaságot. Vannak itt azért jószerivel nálam jóval forrósabbak, akik emlékezhetnek ilyennek, hogy annak idején még a forint-pengő viszonylatában nem. Így volt? Most nem azt mondom, hogy a patkány lázadása a 18-19-es, mert hogy akkor is ugye a kék és a fehér pénz, hogy valamelyik ér valamit, valamelyik nem, hogy a katonák megkapták a zsoltban a fehére. Jól emlékszem. És azt mondja, oda tűzte, hagyjál már, ezzel úgyse kapok semmit, és a paraszt inkább adott neki, hogy figyelj, jó ember vagy, itt van egy tojás, de pénzt engem hagyjál békén azzal a pénzzel, azt el sem fogadom. Most körülbelül afelé tendálunk, ezért van az, hogy egyre több arany hirdetést láttok az újságban, vegyél aranyat, vásárolj aranyat, fektessé aranyba, mert ugyanaz aranynak az ára az elmúlt 3 év alatt nagyjából meg háromszorozódott. Még 3 év se kellett. Mondom nagyjából, de most azon gondolkozom, hogy valószínűleg követte a kukorica árfolyamot már legalábbis magyar vonatkozásban, mert tavaly még, ha jól emlékszem, 4000 forint volt, most valami 8000 forint. Körül van egy más a kukorica. De most visszaköltöm meg. Megint? De majd most emelkedik. Igen, újra, mert valaki nyert rajta. Hozzáteszem, hogy nagyon meglepődtem, mert tavaly 100-110 forint volt a krumpli, és most az ősszel 100 forintért vettem zsák krumplit a termelőtől, az út mellől, mert csak így. És utána meglepődtem, hogy rosszul látok? 40 forint a krumpli, és igen, szép nagy. Hogy honnan került hirtelen ennyi krumpli? És megálltam, persze vettem, hát miért nem. Figyelj, ha valakinek állata van otthon, malaca, olcsóbb a krumplival etetni a malacot, mintha más terményt adná neki. Olcsóbb. És igen, azt mondta nekem, nem a termelő, mert akkor már csak a Samec volt ott, és mondja, hogy hát Tavaly ugye nagy hiány volt belőle, és mindenki krumplit vetett, és azért lett hirtelen dömping. De hát ugye nem tudta, hogy kivel beszél. Én tudom, hogy ez nem így van, de nem így működik a rendszer. És azt is tudom, mert nyilvánvaló, hogy az egyik oldalán szeretnék azt, hogy mert be van harangozva, ugye az Álpintér elmondta, hogy éjséglázadásra kell számítani. És ha ő elmondta, ő nem azért mondta el, mert olyan bölcs, hanem azért, mert mondták neki Kombácsiék, hogy mondja el, mert az még jó jött valamikor, mert lehet hivatkozni rá, ugyanis a tervet mindig elmondják. Adnak krumplit is, és akinek van szeme, szája, füle, az ilyenkor vásárol. Mert azt mondja, a fene egye meg, hát azért csak jó lesz valamire, lehet, hogy mégiscsak lesz egy kis háborúság, nem baj az, hogyha van. Még az ókompli is nagyon jó lesz. Azt tudjátok, mivel jó az ókrumpli, amikor már olyan kicsit olyan könnyed. Hát a derejét például, meg a gombócban azt mondja, azt szeretik, hogy az a jó. Na, derej és a gombóc. De vegyetek trafót is hozzá nyilvánvaló, tehát meg üzemanyagot még most, mert a hűtőben, hogyha sokat csináltok, ott elállt, csak az meg áram kell. Hogy... Na mindegy, összetett a dolog. Mindenki készüljön föl. Annál is inkább készüljön föl, mert a jelek, az idők jelei. Tehát a Jóisten így kommunikál velünk. Tehát aki akar, akinek értelme és szíve megvan hozzá, azok megkapják az üzenetet, és időben föl tudnak készülni. De nyilván azok tudnak fölkészülni, akik értik, hogy mi zajlik, akiknek értelme van hozzá. Ugye ezt szoktam szajkózni, és erről szól gyakorlatilag a világnak a fejlődése is, hogy minden a tudaton múlik. A tudás is a tudaton múlik, mert lehet, hogy te tudsz olyat, aminek ha nem vagy tudatában, akkor hiába tudsz, mert nem tudod alkalmazni, nem tudod eljuttatni azt, amit tudsz oda, ahol használt tudnák venni. Hát azért vagyunk tele olyan zsenikkel, akik nem tudják a tudatukat használni, mert csomó olyan dolgot tudnak, amellyel nem tudnak élni, mert az összes csatorna, amelyet ők ugye hivatalosan akarják ezt működtetni, tehát az iskolarendszerbe, a társadalmi rendszerekbe, ezek el vannak zárva. És ilyenkor van az, hogy a nagy magyar szív, a nagy magyar tudat, a nagy magyar lélek fölrobban,
alkoholisták lesznek, mindenféle pszichés rendellenességgel, ilyen-olyan zavarokkal, és teljesen kelekútyák lesznek, mert nem tudnak mit kezdeni a tudatukkal, mert tudatuk van. És amikor rájön arra, mert ez a lényeg, hogy neki van tudata, és a tudat elkezd autonóm módon dolgozni, és mint a szivacs szívja befelé azokat az információkat szelektíven, amelyet rögtön a helyére kerülnek, mint ilyen kirakó puzzlejátékba, puzzleba, akkor megdöbben. Hirtelen ilyen tudatrobbanásszerű állapotba kerül, és azt mondja, figyelj, tudok olvasni. Hát de nem könyvből, a jelekből. És minden jel, és mész az utcán, ránézel egy plakátra, és le tudod olvasni. Ja, nem a képet, hanem hogy mit akarnak vele közölni. A direktbe, és mit akarnak közölni, áttételesen észreveszed a Dávid csillagot, akármilyen formában is rejtik. Ha süteménybe süti meg, ha ilyen-olyan formában is mondjuk az utcát díszíti vele, te már rögtön gyanakodsz. Ez nem betegség, ez a tudat csinálja, a tudat műve, észreveszed a jeleket. És nem a Dávid csillaggal van baj, mert azt tudjátok, hogy az ősi szkíta szimbólumról van szó, a naphold szimbólumról. Tehát az magyar. Az a miénk. Tehát nem ezzel van baj, hanem tudod, hogy ezt mások akarják más célra felhasználni, és ők így üzennek egymásnak, és így üzennek nekünk, de akinek nincs tudata, annál ez nem tudatosul, és a tudattalanul, tudattalan állapotában hat rá. Majd nem fog neki föltűnni, amikor egyre több ilyen csillagot lát, egyre több helyen, a hivatal is már az lesz, ahol a bemegy az ajtón, és ott is már lecserélik a címet, és ezt a jelet látja, vagy azt a jelet látja, már be van etetve, be van szoktatva. A médián keresztül nem tűnik föl, hogy magyar arcokat nem lát, mert évek óta gyakorlatilag magyar arcokat a médiában nem lát. Megdöbbentő volt, most ment egy reklámozni, csak nem reklámozok sorozatokat, de már lement. Seherezádé. De én ültem a tévé előtt, mikor megláttam, és gyönyörködtem, bevallom őszintén. Gyönyörködtem. Gyönyört okozott a turáni arcoknak, a habitusnak a szemlélete. Évek óta ez volt az a szappanopera, amire azt mondtam, ugye az elején, mert utána persze rámul az ember, meg ugyanúgy megy a... hogy ez a végre, végre! Magyar embereket látok, olyan arcokat látok, amilyet a falumban annak idején láttam. Magyar emberek beszélnek vissza, ja, hogy törökök? Most törökök. Nem számít. És nem azért vagy nők. A férfiak dettó. A férfiak ugyan. Jó volt rájuk nézni. Ezek arcok. Azok az arcok, ami a gyerek, a genetikában benne, a gyerekkoromban. Tehát nem éreztem magam idegennek a tévé képernye. Nem rikácsoltak a tévé előtt. Jó, volt egy kis hiszti, de azt is olyan méltósággal. A méltóságot tükrözte, egész más volt a habitus. Nem tudom, hogy egyetér, már aki, úgy látom, hogy többen azért csak benne képbe voltatok, nem véletlenül adták le, hozzáteszem, mert Törökországban helyzet van. Török hadihajók, oroszokkal együtt, szír partoknál, vagy bújnak, vagy nem bújnak, most ugye, mert éppen az orosz száfolta, hogy nincsenek is annyira kinn a szírvizeken, hát ez meg nem igaz. De nyilván ugye ez a katonai stratégiának a része, hogy most bújócskát játszanak éppen a földközi tengeren a NATO-val, ez csak azért fontos kérdés, mert a tudatban ott van, hogy bármikor rátenyerelhetnek a gombra, éppen tegnap kaptam egy nem is aludtam egész jól, és lehet, hogy ez az oka. Hírt ugye ki is tettem, hogy az atomfegyverek információk szerint a NATO részéről, az USA részéről élesítve vannak. Tehát be van ütve a kód. Kilőhető. Csak a fej nincs élesítve. Tehát a kilövő kódok, ugye a cél az be van programozva, de az ott nem fog robbanni, mert ugye a fejnek külön kódja van, tehát a plutóniumot, amit tartalmaz a fej, az egy külön kóddal tudják élesíteni. Hiába viszi el a célba juttató eszköz a célba. Ha nem robbantják külön a fejet, akkor az gyakorlatilag durran egy nagyot, mint olyan, mint egy papírzacskó, csak kicsit nagyobba, de abból nem lesz atomrobbanás. Viszont ezt a kódot megadni Washingtonból, vagy akármelyik operatív helyről nem tart sem eddig, de ez nem volt az elmúlt időszakban. Tehát az öbölháború óta ilyen nem volt. Jó, ezt hivatalosan nem fogják megerősíteni most még, de lehet, hogy holnap már igen, hozzáteszem.
És akinek van egy kis füle és szíve rá, én ugye kötelességemnek tartom, akárhova megyek és hétköznapi emberekkel találkozom, rögtön szóba elegyedem, és megkérdezem, hogy mennyire van tisztában a helyzettel. Rendőröktől, ettől, attól mentem balneológus konferenciára, Pécsre, baleset volt, rendőr elterelte forgalma, fiatal rendőr fiú, és mutogatott, hogy erre, arra, csak megálltam, ablak le, jó napot kívánok, papírokat kell vissza. Mondom, mennyire vagy tisztában a helyzettel? Izrael betelepülés, cigány-magyar polgárháború, tudod, hogy mi lesz a sorsotok? Tehát a magyar rendőrnek milyen szerepet szántak ebbe a játékba a magyarnak nem mondott vezetők? Mert ez nem kérdéses a kettős állampolgárság ugye a parlamentben, ezzel már mi túl vagyunk, igaz? A pártok hovatartozásán is túl vagyunk. Tehát ha jóisten pártokat akart volna, akkor ez benne foglaltatott volna valamelyik írásban. Én nem találkoztam ilyennel, hogy pártoknak kéne dönteni, vagy olyannal se találkoztam, hogy a párt központi bizottságának kéne dönteni, mert a végén kiderül, hogy a párttagságnak köze nincs a párt vezetőség, és akármikor felszámolhatják, és a sok jó szándékú ember, aki idejét, pénzét, moráját nem sajnálva dolgozott a pártért, az úgy van benne hagyva a slamasztikába, mint a húzat. Így van? No, ezek a pártok jelen pillanatban az árt, árt kategóriába sorolódnak, de nem általunk, mi, csak annyi a különbség, hogy mi erről sokkal korábban elkezdtünk beszélni, és egymás között beszélgetni. Ők maguk teszik most ezt helyre. Ma helyre, tudjátok, az a hely valahol a süllyesztőbe. Tehát magukat írják le. Olyan, mintha mesterségesen generálnák a háttérből, hogy az összes párt magát minél negatívabb színbe tüntesse föl. Engem emlékeztet ez a Fidesz győzelmét, a csalásos győzelmét megelőző kampányra, amikor az SZDSZ és az MSZP olyan kommunikációt folytatott, amire szinte mint a szándékosan terelték volna át a szavazókat, ugye kétharmadot kellett elcsalni, mint a szándékosan előtte való nyáron, emlékeztek rá? Cigány-magyar polgárháború kirobbantási időszak. Mint a szándékosan csinálták volna a helyzet, hogy normális ember az MSZP-re ne szavazzon. Tehát úgy így irányították, tolták át. Most meg olyan a helyzet, mintha azt akarnák elérni, hogy normális ember már ne akarjon szavazni nem csak a Fideszre, egyikre se. Ha nagyon muszáj, akkor esetleg a Jobbikot vagy az LMP-t még kiúszhatja a kalapból, de ez sem biztos. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy az előrehozott választás kapcsán már a jóisten úgy fog dönteni, hogy nem biztos, hogy a pártok fogják megoldani ezt a kérdést, hanem a rendszert akarják bedönteni. Ezt a rendszert, amit most demokráciának neveznek, és helyette egy királyságos, istenesnek feltüntetett, ez egy nagyon fontos dolog, tehát ideológiát meg kell adni, hogy egy olyan látszatot, körítést adjanak hozzá, mintha az Isten akarná azt, hogy ez a rendszer, ez nem működő rendszer, ez halálra ítélt, de a kulcspozícióban lévő emberek, személyek mindegyike maradjon, aki kulcspozícióban van, egy-kettőt lecserélnek, és ez már új címkével ellátva, tehát olyan, mint a megybefőtre, vagy a savanyúságra rájönhet, hogy megybefő. Attól még az nem lesz megybefő. És egy ilyen zsákutcába terelnék be az embereket. Na, én ezt látom. Meg azt látom, hogy mi vagy nem tudják már nagyon átszázni, hogy végidőket élünk. Ugye 2012 spirituális tartalmakkal megtöltött dátum, erre rá is játszanak. Most már olyan hírportálok hoznak elemzéseket, illetve mintha kvázi bagatelizálnák, de komolyan is veszik, hogy hát lehet is, meg nem is. Hollywood ugye legyártotta már a sok-sok Héber filmet a témával kapcsolatban, mindegyik katasztrófával végződik. Hozzáteszem, hogy van egy jó hírem, ez lehet igaz, lehet hamis. A rossz hírem az, hogy van egy tudományosan is megítélt tény, mely szerint 2012 vége felé, ez nem feltétlenül december, tehát nem ugye próbálják a Jézus születésének a napja felé tendálni ezt a dátumot, de meg összehozni a maja naptárral, hogy akkor van vége. De kutatók szerint, akik a maja naptárat kiszámolták, tehát minden napot leszámoltak azóta, amekkor, az nagyjából 2012. november 11-2-3
harmadika. Tehát egy nagyjából egy 30 nap csúszás, amely az ő megállapítások szerint azt jelenti, hogy benne vagyunk egy olyan, és ezért hivatkoznak nagyon sokat most asztrológiába, ugye a csillagokra, hogy nézd meg milyen csillag. Láttad a Jupitert? A hold mellett? Láttátok? Nézzétek meg! Most voltunk Zalába egy hétvégén, és remek volt, mert nem voltak lámpák, nem volt fényszennyezés. Tehát lehetett látni a csillagokat, ez nagy szó. A permetezőgépeket is lehetett látni, hogy húzzák a kémtér természetesen, de a hold mellett ott volt a Jupiter, ott fényesen világított a Jupiter. Tehát olyan csillagállásokról beszélnek most, és számolnak be egyre több ilyen a Földet is veszélyeztethető elenin és egyéb jelenségekről, amelynek a következménye az, hogy 2012-ben vagy tudatosan tesznek valamit, hogy legyen, tehát egy ilyen megrázkódtatással járjon, vagy pedig ők se tudják, vagy tudják, hogy megrázkódtatást fog érni, és bennünket abban a hitben akarnak az utolsó pillanatig tartani, hogy ez annyira nem is fontos jelenség, a másik oldalról pedig pánikot akarnak kelteni, hogy ez túlzottan fontos jelenség. És akkor jöjjön az ember, és igazodjon el benne, hogy ez most igaz, vagy hamis. Készüljön-e a bunkerrel, vagy ne készüljön. Tartalékoljon-e élelmet, vagy ne tartalékoljon. És azért érdekes, mert politikai összeomlásról beszélünk most, gazdasági összeomlásról beszélünk, harmadik világháborúról beszélünk, társadalmi krízisről beszélünk, ha csak a magyar viszonyokat magyar viszonyokra vonatkoztatjuk, egy társadalmi együttélési krízisről, itt ugye állandóan a magyarságot meg a cigányságot emlegetik ilyen konstellációban, pedig hát azért a figyelemelterelés azért az izraeli állampolgárokról, illetve a kettős állampolgárságú amerikai, kanadai, holland és egyébnek titulált állampolgárokról, akik Dunántúl, fél Dunántúl, háromnegyed Dunántúl, már ugye fölvásárol, és egyre több ilyen riportot látsz a tévében, ahol a falu gazda elmondja, hogy hát 4-5 évvel ezelőtt volt itt két holland. Most 200-an van. Most volt, nem régen láttam, ugye sok műsort nem nézek meg. Tehát ők is azért a köztudatba csempészik befelé, és ilyet nem hallasz a parlamenti közvetítés. Ez nem probléma, hogy Budapesten gyakorlatilag a este 10 óra után magyar embert nem nagyon látsz az utcán már. És ugye Magyarország fővárosáról van szó. Miközben azt nem reklámozzák, hogy a rabbinátus, világrabbinátusnak a pénzügyi központja Budapesten van. És ez tény. Azért fókuszálnak Budapestre jelen pillanatban, azért hívnak meg minél nagyobb, több hollywoodi, szintén kóser színészt oda. Most az utóbbi egy-két évben lett ez annyira fontos. És nevezik ki a magyar számon, mert mindenki magyar számozású. Nem tűnt föl? Obamának a főtanácsadójától, az altanácsadóján, mindenki magyar számozású. Kiderül, hogy minden színész Hollywoodban is magyar számozású. Nem csak Tony Curtis. Isten nyugosztalja. Mert kertészből is van sokfajta. Van Imre is, meg Tony is, meg amit akarsz. Tetszik érteni? Hogy olyan, mintha minden irány ebbe a kis Kárpát-medencei hazába mutatna. Mi erről ugye beszéltünk sokat, meg korábban is előadásainkon azért már a magyarságnak az Isten által, teremtő által adott szerepe, genetikája, a tudásunk, az, amit próbálnak elragadni tőlünk, de nem elragadható, tehát az velünk együtt, genetikailag velünk együtt írható ki, hanem nem is akarják ezt teljesen kiirtani nyilvánvaló, hanem úgy akarnak a bőrünkbe bújni, hogy közben a magyarok már ne tudják, hogy ők magyarok, ne is foglalkozzanak vele, de közben úgy adnak egy magyarságtudatot egy másik társaságnak, aki viszont nem magyar, de annyira hivalkodva magyarkodik. Értitek? A rabbik ügyesen csinálták ezt, mert most aki azt mondja, hogy ne hirdessük a magyar termékeket, most kaptam interneten egy ilyen hirdetést, hogy nézzétek meg, el van hallgatva ezt, az EU-ban nem reklámozhatják ezt a hirdetést. És egy remekül megcsinált, profi módon előadott magyar termékek bemutatója és a magyar termékekkel kapcsolatos gazdasági problémáknak az előadásáról szól a maga fölvezető. Én meg tudom, hogy egy ilyen kis spotot hétköznapi blogger, videós nem tud csinálni. Nem csinálhat.
És azt mondom, hogy igen, most már lehet a magyar termékekkel operálni, mert a magyar földeknek a zöme, mint mondtam, túlnyomó része nem magyar tulajdonosok kezében van. A nem magyar tulajdonosnak fut a szekér, tehát ő neki szürke marhája, lova, ez az adadad, nagy van, és működik neki a csirkeeladás, ez az, minden működik. Van közötte egy-két magyar is alibiből hozzáteszem, de a többinek csak magyaros a neve, meg magyarul is beszél. Semmi köze nincs már. Most már elérték azt a szintet, hogy az új magyarok töltik meg gyakorlatilag a gazdaságnak, a politikának, a médiának azt a rétegét, amellyel azt a tudatot, hamis tudatot tudják sugározni, hogy ők a magyarok. És az a magyar, akire ők azt mondják, hogy magyar. Az a náci, akire ők azt mondják, hogy náci. Nem kell indokolni. Ha ők azt mondják, hogy náci, akkor náci. A bíróság majd eldönti. De hát nyilván a bíróság is odahúz. Ugye írtam erről egy pár könyvet a témával kapcsolatban is, hogy nem kell hamisnak lenni ahhoz, hogy az ember hamisan vádolják, és nem kell igaznak lenni ahhoz, hogy igaztalan vádak érjen. Gyakorlatilag bármi előfordult ebben az országban, és eljutottunk addig a pontig, ahol megszűnt a emberinek mondott rend és a törvény, és egy rend és törvény van, ezt tényleg vissza kell nyúljunk a gyökereinkhez, ahhoz az ősi gyökérhez, az, amit mi itt fönn mindnyájan megkapunk. Az, amit bennünk van a lelkiismeretünkben, a szívünkben, belénk van kódolva. Amikor próbálunk összefogást keresni, és ugye itt is az előadás létrejötte kapcsán is ugye szembesültünk a kérdéssel, hogy milyen nehéz összefogni. Én meghívtam egy csomó embert én is, meg kértem, hogy jöjjönek olyanok, akik nem biztos, hogy velem kell, hogy egyet értsenek, illetve úgy gondolják, hogy van valami ellentét közöttünk. Hát jöjjenek ide, itt eljövök, tehát ha ők nem jönnek el, én most itt vagyok, szívesen üljünk le, beszéljük meg. Nem tudom, van egy tojó. Mert én úgy tudom, hogy nem nagyon jöttek el. Ha eljöttek, akkor majd leülünk, azt megbeszéljük. Én állok elébe. Úgy látszik, hogy más nem. Tehát ha nem vállaljuk ezt, akkor nem lesz összefogás, mert akkor én gyanakodni fogok, hogy de nem tiszta a lelkiismerete. Lehet hibázni, tehát tévedni is lehet, de akkor azt föl kell vállalni. Ha tévedtek, és bocsánatot lehet kérni, ezért természetesen, sőt kötelező, de azt nem a magyarnak mondott, nem magyar bíróság fogja megadni, nem a magyarnak mondott, de nem magyar ügyészség fogja a vádat képviselni, és nem az a magyarnak mondott, de nem magyar törvénykezés, amelyet most például Norvégiában, ugye ez a tömeggyilkos, a Breivik, ezt nem reklámozták, a norvég törvényhozást a Breivik, aki egy nagyon-nagyon csúnya dolgot követett el, már emberi léptékkel. Két vára fektettek. 5 percig se tartott a tárgyalás, benn voltak a kamerák, a médiások nem lettek benn, csak a kameráik, Breivik fölállt, és elmondta, hogy nem ismeri el ezt a norvégnak mondott törvénykezést sem jogosnak, se semminek, és fölötte nem ítélhetnek, és beidézte az aktuális, az alkotmányból a ide vonatkozó passzusokat. Igaza van! Értitek? Igaza van! Milyen paradoxon? Hogy most az a bűnöző, aki az ellen lépett fel, amit hagytak, hogy bűnként elkövessenek mások, és mivel más nem lépett, ő meg meglépte. Az egy más dolog, hogy őt a háttérből nyilván mozgatták azok, akiket mi nagyon nem szeretünk, tehát tudjuk, hogy nagyon ügyesen a szabadkövesek, nagyon is ügyesen manipulálnak bennünket, hogy mi hajtsuk végre azokat a tetteket, amelyeket ők szeretnének. Tehát utána majd bennünket lehet számon elkérni, mert te voltál az, aki meghúztad az első több billentyűt. Na de az a sok-sok éves agymosás, az a sok-sok éves terror, az a sok-sok éves előkészítő munka, amely ezt megidézte, a bújtogatás, mert ezt így szokták mondani, azzal ugye nem foglalkozik a bíróság. Miért nem? Hát onnan indult? Miért csak a visszarugóját, az ütőjét akarja meg? Hát ez nem is jogos, tehát ez nem jogos és nem igazságos, mert a mai rendszernek sem a jogos, sem az igazsághoz semmilyen köze nincs. Eljutottak ide a tempópártosok is, hozzáteszem. Nem is tudom, hogy hány ezer ügynek a fölbonyolításával. Most éppen ma értesültem újabb fejleményekről, mert mindig hullába botlik az ember, TSZ felszámolásokkal kapcsolatban. Elkezdtek hivatalos adatokat bekérni, ugye 20 évvel ezelőtti felszámolásos történetek, és
kérik a hivatalos adatokat, és amikor rájönnek a polgármesteri hivatalba, meg az ügyészségen, hogy hoppá, most akkor lebukunk, mert ott csak 5 milliárdot, ott 10 milliárdot, ez a cég maga 200 céges számolt föl, és tett gyakorlatilag zsebre, osztotta szét a saját Héber fajtásai között, mert ugye erről szól a történet. Betörtek azokba a egyszerre két polgármesteri hivatalba, most ez a friss hír, és számítógépes parkot, ez olyan, mint a Móri gyilkosság esete. Pénzt nem visznek el, csak a számítógépeket semmisítik, megteszik használhatatlanná, meg azt viszik el. Milyen érdekes? Adatokat. Bocs, nem tudunk vele szolgálni, eltűnt. Nem tudjuk megmutatni az olajos ügyeket, mert 80 évre titkosították, mi? Mert benne van az egész társaság, így ahogy van Kuncéstől, Orbánostól, Gyurcsányostól, Minnyájostól, mert az összes pártnak az összes pénztárába ott nem kis pénzek mentek be, tevélegesen benne van Pintér Sándor, és amikor a rendőr jön intézkedni, te figyelj már Pintér a te főnököd, jó, akkor te nekem nem parancsolsz. Nem egyszerű? Hát amikor egy köztök, te is tudod, hogy bűnöző a főnököd, öreg. Ha egyik főmafiózó a te főnököd, te nekem milyen jogon? Ha nincs jogalapod, öregem. Se ember, se Isten elő. Vagy rosszul, valami logikával rosszul raktam össze? Hát milyen jogon? Engem gyors hajtás? Mi? Gyors? Ez az autó nem is tud gyorsan volna. Ja, elromlott a trafipax. Figyelj, sebesség relatív, Einstein is megmondta. Tudod, a nagyobb pártok az a zsidó. Ennyi. Hát ott szokták a mutogatni. Értitek, hogy milyen paradoxon? Értitek? Hát ha így nézem, Vemhes, úgy nézem, nem Vemhes. Most ilyen a jogalkotás és a jogalkalmazás. Ja, te gyorsan mentél. Nem mentél gyorsan, de majd bebizonyítjuk. Hát lesz hozzá bizonyíték. Csinálunk. Ha nem csinálunk, mert nem, akkor belehalsz, mert addig jársz a bíróságra, etc. amíg majd nem fogod meg, vagy megunod a bíróságra járást, vagy már nem tudod kifizetni. Ezt már nem csak mi érezzük ám, meg ugye mosolygunk rajta, hanem ők is. Valahogy az inger küszöböt kezdi elérni, és most már, hogy mondjam, egymást is kezdik egy kicsit szétszedni, mert ez a világháborús dolog, ez nem nagyon tetszik senki. Ugye a gazdasági válság még hagyjál, mert az abban benne van, mindegyik benne van, mert az nem vél, az csak bennünket kell, hogy csúcson. Egy bizonyos szűk kört, aztán kész. De hogy eltüntessék a bizonyítékokat, és itt van a kutya elásva, hogy a bizonyítékokat eltüntessék, és a jogtalanságot jogosnak tüntessék föl, nem csak a bizonyítékokat, hanem még az élő tanukat is el kell tudni hallgattatni. Na, oda kell a háború. Az nem megy más, demokratikusan nem megy, mert engem demokratikusan nem hoznám be bíróságra. Hanem papírom van róla, hogy normális vagy. Nemzeti nyomozóiroda az egyik írások kapcsán elküldett egy szakértői véleményt csináltatott, potom 100 ezer forintért, adófizető állampolgárok pénzén, örültem is neki, hogy már szakértői vélemény, nem nekem kellett fizetnem. A szakértők megállapították, klinikai pszichológus és pszichiáter, hogy normális vagy. Kiakadtam. Követeltem, hogy én már pedig nem vagyok normális. De csak azt írták le, hogy normális vagyok. Leírták azt is, mert elmondtam, hogy ugye úgy az igazi a dolog. Tartottam egy kis előadást, potom másfél-két órában. Most legyen összes. Pintéről, meg az összes, és azt tetszett legjobban, amikor kikapcsolták a diktafont, ugye, mert menjünk itt a diktafonra. A kurva anyját! Istenem, szó szerint így van, a Pintérnek és a többi, és a többi. Aztán diktafon be, azt ment tovább. És ugyanúgy tisztában vannak a helyzettel. Nem annyira, mint természetesen itt ez a szűk kör. És csak csodálkoztak a végén, és az volt, hogy leírták, hogy nem tudjuk cáfolni. Tehát nem tűnik kóros téveszmésnek a történet. Az, hogy mi nem tudjuk igazolni, az nem jelenti azt, hogy az nem valós. Lehet, hogy Imre egy kicsit régebb óta foglalkozik a dologgal, kicsit mélyebben belásta magát. Azt mondja a pszichiáter, hogy azért, mert ő nem látott tufó még attól létezhet. Mert az illető, aki viszont mondta, hogy látott, illetve valamit, amit ő ufónak vél, ez nem pszichiátriai, valami olyasmit, amit nem jelentenek be hivatalosan, hogy már pedig van, de mégis néha megmutatják, mintha lenne, és azt valaminek nevezik. Hát ezt ember látja, és néven nevezi azt, amit ő nevet tud, hát mondják meg az eredeti nevét, és akkor azt fogja mondani. Hamarosan bejelentik úgy is, hogy a chemtrail is van, mert már túl sokan beszélnek róla, hogy permetezés van. Hát most már csöpögtetik, nem? Hát túl sok csíkot látnak már az égen az emberek,
túl föltűnő lett, hogy nincsen szél, már a parasztnak is föltűnik, hogy nincsen szél. De meg vagyok döbbenve egyébként. Van, hogy földműves emberrel beszélek, és nem tűnik föl neki. Naponta kinyár a föld, és nem nézi föl, nem emeli föl a szél. Nem tűnik föl, hogy valami nem normális az időjárással. Hát jó, ha volt, az már más. Persze volt. De most ennyi? Tehát naponta két rekordot kell megdönteni? Érted, most novemberben voltak ilyen jó kis mínuszok, már megint rekorddöntés, vagy a nagy semmiből. Most meg ugye most megyünk a pluszok felé. És közben nem mondják be, hogy a szirénázó mentőautók hány embert tesznek ilyenkor a tepsiben. Magyar embert, szíveseket, üdvöseket, ugye a befulladósokat, aszmásokat. Az a leírható veszteség. A nyugdíjat úgyse tudják kifizetni már, még törekedni. Jó, a nyomdagépek járnak, tehát még van egy kis papír utángyártalan, de egyre több cégtől hallom, hogy várjál meg, nem biztos a fizetésed. Önkormányzatok csődjéről ugye megint csak rebesgetnek, azért kéne összevonni, megint lebegtetve van, hogy államosítás lesz. A gyerekek, hát mint a háború után, államosítás. Miért? Mert a háborúhoz már az államnak kell. Hát Simon Perez elmondta 2007-ben, fölvásároltuk Manhattan, Lengyelországot, Magyarországot, Romániát. Hát ha fölvásároltuk, az az államé. És Szent Korona alkotmányát emlegetik egyre többen, és Istenem, hogy Halász Jóska nem tudja ezt, vagy nem tudja az alkotmány helyreállító Szent Bizottság szent embereinek a zöme, hogy gyakorlatilag a cionék keze játszik azzal, hogy emlegeti az alkotmányunkat, a Szent Korona alkotmányát. Hát azt akarják bevezetni. Amikor minden államosítva van, akkor azt mondja, na itt van nektek magyarok a Szent Korona alkotmány, minden az államé. Bocsánat, minden a Szent Koronája. De az már nem magyar. Értitek? Itt van a Szent Korona, akkor a Szent Koronája. Az a föld az nem a tiéd, bérleti jogod van. Ja, hát én eddig azt hittem, hogy az nem, az se a tiéd. Szent Koronája. Gyere, írd alá a bérleti szerződést, az 5 év még a tiéd. Egyébként a földek zöme az meg a Szent Koronája. Stróman Jóska fölvásárolt, ezt Kornnak hívták, az Grünnek. De most az mind Izrael. Új Izrael. Ha hiszitek, hanem Izrael az egyetlen egy ország jelen pillanatban, ahol a Szent Korona alkotmánya annak de facto és de jure hatálya alá tartozó módon üzemel. Izraelbe nem vásárolhatsz földet. A bérleti jogod van, építési joga is csak annak van, aki izraeli állampolgárként, izraeli születésű már. Hát olyan szigorú szabály a világon nincsen máshol, ott minden az szerint működik, amit most mi Szent Korona alkotmányaképpen ismerünk meg itt. És hogy mi azt szorgalmaznánk, hogy jaj, de jó, legyen Szent Korona alkotmány, mert akkor nem vihetik el a földet. Könyörgöm, megtörtént. Már megtörtént. Most már lehet Szent Koronázni. Mert amíg nem vívjuk vissza a földet, amíg nem lesz a miénk, addig, és ők operálnak vele, addig a Szent Korona az ő embereiknek a kezén és a fején, és törvényein van, mint szentesítő eszköz, elismerve. Jól látom, vagy nem jól látom? Értitek? Most már lehet trianonozni, mert Románia föl van vásárolva. A román vezérkar ugyanaz az izraeli társaság, mint ahogy a szlovák vezérkar. Tehát most már lehet trianonozni, mert Szlovákia ugyanúgy Júdea, mint ahogy Románia Júdea. Most már lehet székely autonómiáról beszélni. Tök mindegy, egyel több ország vagy nem ország, ami ők vezetnek. Mert a székely vezérkar, a székely pártoknak, erdélyi pártoknak a vezérkar az ugyanaz az izraeli társaság, mint ahogy a magyaroké. Hát a székelyek nem tudják. Ja, hogy Mózesnek hívják, meg mit tudom, milyen furcsa biblia, sok bibliai nemű van, tehát lehet keverni. Attól még lehet székely is, kicsi az esély, hogy az. De nem tudják. Székely országok, Izrael, emberei vitorolják, Romániát Izrael emberei vitorolják, Moldáviát Izrael emberei vitorolták, Ukrajnát Izrael emberei vitorolták. Most talán volt ott egy kis fordulat, ugye most sorra szedik őket, még nem puskacsőre, de remélem nem soká, az is meg lesz. Lengyelországot Izrael emberei, Kaczynszki gép, Izrael emberei vitorolták. Kihagytam valami, ja, Tótiát, ugye most Radikova, de Radikova lemondott és előrehozott választások lesznek. Ott is, cseheknél is rebesgetik. Már osztrákoknál is rebezgetik előrehozott választásokat, és ki kellene lépni az Európai Unióból, miközben már uniók Európájáról beszél Morvai Krisztina. Morvai Schwarz Krisztina. Már egy évvel ezelőtt ő már tudta, hogy az Európai Uniónak vége
van, mert ez volt a terv, elvtársa. Az 5 éves terv. Eddig volt a szavatosság, plusz-minusz, ameddig ki tudják húzni. Most már uniók Európája, amelynek a végén még csinálnak két ilyen körtés, meg van zsidó világcsászárság, ahogy Szion Dolcsének egy jegyzőkönyv ezt remekül leírja. Ja, hogy ez több ilyen unióból áll, azt majd a nemzetieknek majd eladjuk, hogy van saját nemzetetek, mindegy, ha én irányítom. Neki teljesen mindegy, hogy Napóleon uralkodik a bolygón, vagy Sztálin, ha az ő ember. Teljesen mindegy, hogy hívják, melyik párt van. A Jobbik van ott, vagy a Fidesz van ott, teljesen mindegy. Vagy az MSZP van ott, vagy az LMP, teljesen mindegyik az övé. Mindegyik azt hajtja végre, csak az egyik pepitába, a másik kockásan, a harmadik meg, nem is tudom, pöttyösen. Kinek mi tetszik? Válasz. Hogy akarod ezt a trágyadombot? Csomó, vagy ezért bokritával átkötve, füstölővel meg sámánok doboljanak rajta? Vagy mit akarsz? Körítést adjunk. Na most ez zajlik az országban. Ez zajlik a világon. De a világon más is zajlik. Olyan, mintha az emberek kezelének ébredezik. Kicsit későn, kicsit szerényen, vissza-vissza ájúdozva, vissza alukálva, de azért mégis csak mond valamit, hogy mi még megvagyunk, még mindig élünk, ugye, ez egy nagy szó, működik a honlap, és elég sokan eljöttetek, tehát aránylag. Nyilván aki eljött, az tudja, hogy nem akárhova jött el, nem akármilyen előadást jött el, meg tudhatja, hogy megfigyelő autók megfigyelik, de nem tudom, mit figyelnek meg, hát írjam össze a rendszer, írjátok már össze a rendszer, ha leadom az NBA-nak, akkor legyen hivatalos, hogy valami. Megtetted. Ja, meg is tettem. A honlap azért működik, hogy ott mindenki, nincs a regisztráció benne, hogy anyám neve, apám neve, meg pedigré, meg nem. Írjátok már, vagy szólok Gerinek, hogy... A szomszéd ült a rendőrség. Az, hogy a szomszéd a rendőrség, tudod, ami túl közel van, ezek a hülyék azt se látják. Az elég távolnak, távolinak kell lenni. Az igazoltató rendőr mit mondott, ezt még mindig nem mondta rá. Ja, igazoltató rendőről dobott egy hátast, jeges volt az út, és mi, amikor odaértünk, mert ő ingatta a fejét, tényleg zsidó betelepítés, meg izé, meg miért? De amikor arról beszéltem, hogy ti lesztek az első, akik agyon lesznek vágva, azt mondja, hogy figyelj, ezt már többen emleget, ebben van valami. Mondja a fiatal rendőr, te a nagy arcát, ez egy jó magyar fiú volt, ráadásul. Mert ugye a héberekre cserélgetik le, a kihulló rendőrök helyére már ilyen új magyarokat tesznek be. Ugye rangeröknek hívják őket, meg sok minden, mindenféle KFT-nek, most ugye a inkalosokat potom egy hónaposnak mondott átképzéssel, 120 kilós kölök is volt közöttük, de ez ilyen zsírmalasz mangalica. Egy hónap és utána inkalból most átavanzsált és tartalékos haderő lett, és most ugye emlegetik a haderő, ilyen olyan reform, nem sorállományról beszélnek, hanem hadkötelességről. Mert visszahozzák a hadkötelezettséget. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy holnap beírható, akire azt mondják, hogy újra a listákat elő kell keresni, gyerekek, a listából dolgozunk, ott lakik, nem lakik, él, még nem él. Most valahogy nagyon fontos lett a lista. Hozzáteszem, hogy az 2 évi dolog. A fordulat ott volt érdekes, amikor most a napokban ugye elkaptuk azt a videót, nem tudom ki volt, aki főtette, de nagyon köszönöm neki, hálás vagyok. A tekes fiúk, magyar fiúk kint voltak Amerikába, és Kaliforniában, vagy hol volt? Kicsit melegük volt. Colorado? Orlando. Ott se jártam. Nekem mindegy. Na és ott ugye gyúrtak egyet. Na most nekem nem újdonság, mert az őrezrednél, amikor ott voltam, meg ugye korábbi katonakoromban, én tudom, hogy figyelj, magyar gyerekek, átlag magyar gyerek, az rommá veri ezeket a spéc embereket. Odá Józsi, aki most, ezt kell megcsinálni. Ezt. A többiek meg ott ízé, már itt görcsölnek rajta, érted, oda megy, azt megcsinál. Ilyen a magyar. De nincs ebben semmi hókusz-pókusz. Nekik hókusz-pókusz ez, hogy hát mit tudnak ezek? Hát körülbelül azt mondja, fogalmad nem lehet. Apám, tehát téged, ha robolálnak meg, újraélesztenek meg, oxigénsátorral csinálod, akkor se tudom jó megcsinálni, mint ahogy a magyarok. Tehát ennyire jók vagyunk, de ezt mindenki tudja. És ez 10 évvel ezelőtt is így volt, 20 évvel ezelőtt is. Lásd, aranycsapat, amikor még magyarok focisztak a
amióta nem magyarok fociztak, ilyen dzsúvás, meg nem tudom ki. Nézd meg az úszókat! Nézd meg! Nézd szét az úszók között! Tehát, hogy mi, ugye Magyarország vízilovak országa, ugye? Mert lovak is vagyunk, meg annyi víz van, hogy azért jönnek ide. Érted? Azért jönnek ide. És nézd meg az úszóinkat most már. Hát a hátúszásban nem mennek indulni, mert szápariadót rendelnek el a... Az! Mindegyik az. A zsidókkal reklámozzák a magyar úszó, meg ilyen-olyan nevezős, mindegy csak vízhez köthető legyen, tehát a lényeg az, hogy ezzel ugye üzengetik, hogy milyen jó, mert itt van víz. Az Izraelben nincsen annyira, kicsit olyan szárazságnak tűnik ott a köves, homokos, negev sivatag környékén, érted? És mi volt a videó? Na hát az volt, hogy ezek legyúrták ugye csapatban is, nagyon jók lettek, talán másodikak, ha jól emlékszem, de nem oszt, nem szoroz. Meg egyéniben is ott voltak első hely, meg a tekes egyik tökös gyerek, férfi, mindegy, és hát az volt az érdekes, hogy akit megnyilatkoztatott a zsidói riporter, mert ugye az annak kellett lenni, az FSB-s volt, FSB-s vezető, és az FSB-s vezető elmondta, hogy hát Budapest, illetve Magyarországon edzettek. Ugye az FSB a KGB utószervezet, és ott volt a Specnaz is. Tehát ugye nem kis hírértéke van, már az értőfüleknek, akiknek radarja van rá, hogy gyerekeket olyan, hogy nem a Mossad vett részt a izében, hanem a FSB, tehát és akkor az orosz specnazosok is már a Spájzban egyre több ilyen cikk jön le, hogy a tizedes és a többiek, hogy az oroszok a Spájzban vannak, és nem csak a visszavásárolás, meg bevásárolás, meg egyéb ügyletek kapcsán, hanem fizikailag tevőlegesen. Ezért, amikor ugye a tekkel van riogatva az ember, hogy majd így jönnek a tekesek, meg úgy jönnek a tekesek, akkor én meg csak azt mondom, hogy jó, és a tekesekre mikor jönnek a nem tekesek. Érted? Tehát minden árnyék mögött van egy árnyék. Na most a nagy árnyék az kicsit elnyomja a kis árnyékot, te a nagy árnyékot látod. Ez ilyen árnyékos terület, úgy néz ki, hogy be vagyunk teljesen árnyékolva. Alulról most éppen Koszovóba sütik nekünk a pogácsát. Ugye helyzet van, éppen ma hoztam egy cikket, hogy már Radikova is már megaszonta, azt a Soros Gyuri iskolát járta el végig, amit a Orbán Viktor. Orbán Viktor ugye mikor kint volt Oxfordban, nem Cambridge-be. Ezt mindig keverem ezt a kettőt, érted? Nem tudom, mind a kettőt kijártam valamikor, valószínű, és nagyon hasonlít egyik a másikhoz. Na, a liberális pártból itt a szakdolgozat. Értitek? Onnan lett utána majdnem nem liberális, érted? Tehát demokratikus és über nemzeti. Tehát érted, a szakdolgozatomat én is a liberalizmusból írnám, és utána hirdetném a... Logikus, nem? Hát a téma szakértőjeként hirdetném, mert ugye még... Mert a téma az nem az a téma, hanem én mindent tudok a semmiről. Tehát ha megtanultam a liberalizmust, nyilván az kell nekem... Azért kellett megtanulnom a liberalizmust, mert nem a liberalizmust kell csinálnom. Mint polgári pár, vezető. Értitek a logikát? Csak ezt a kirakatba tennék, hogy gyerekek, ez a kőműves, aki építi a házat, ez állattenyésztésből doktorál. De nekünk jó lesz ez, mert remekül föl tudja építeni a házat. De itt egy lófarok fog kilobni, ott egy lópata, meg amit éppen akartok. Impi-nimpivel, meg ilyen. Na, kérdezzetek már egyet, mert ugye beszélgetős este van, és nehogy szó érje a ház. Mi a kiúr? Elejét. Kérdezz Bukics Feri. Bukics Feri megmondta, magyar bankot kell alapítani. Legyen arany az alapja, vagy még több munka, és ha van valakinek pénze, már összejött egy valami pénz, hozzáteszem, mert az előző kasszát azt ellopták. Ja, bocsánat, privatizálták, mert nem néztek jó szét a Magyarok Szövetsége házatájukán, pedig visítva kiabáljuk már 2 éve, hogy kóser banda. Megfújták a kasszát. Azt a kicsit is, amit sikerült összegyűjtögetni. Már én tudomásom szerint. Most ugye egy nagyobb kasszát hoztak létre, egy magyar bank. Tehát magyar zsidó ellen magyar bank a megoldás. Mert ugye magyar a helyzet, tehát nem világhelyzet van, majd a magyar bank megoldja, magyarok összedobják azt a kis pénzt, persze nem magyarok dobják össze, ezt mi tudjuk, hanem jól menő olyan vállalkozások, akik esetleg még magyarok, meg strómanok, prozelitának nevezik ezt a problémát,
prozelita az, aki nem zsidóként, de úgy él, gondolkodik és egyetért és a többi és a többi, az a prozelita, összedobják és még esetleg egy-két magyarról lehúzzák azt a bőrt, és nyilvánvaló majd ez megoldja a problémát, mert akkor én nem értem, hogy hogy van, egyszerűen szólni kellene még több katari banknak, a arab bankrendszernek az az alapja, hogy bejön a bank, és olyan túl sok kamatot nem kér. Mert náluk ez tilos. A Korán nem engedi a kamatozást. Ott másképpen számolnak el. Nekünk egy egyszerű arab bank kellene, most ha már nagyon bankárkodunk, mert a magyar úgyse tud bánni a pénzzel. Arab úgyis itt van, a zsidó bank ellen arab bank a legjobb megoldás, mert a zsidó bank az úgyis kamatot kamattal számol, visszafizethetetlen módon hozzáteszem. Az IMF hitelt 835%-ra vettük igénybe annak idején Gyurcsány, tehát visszafizethet. És amikor ott a, emlékszik a provident problémára? 420-30-40. De sok volt. Jézus már, és már törvényben is van foglalva, hogy a uzsora bűncselekmény. 835. IMF. Nem uzsora? Visszafizethetetlen. Ja, melyik árfolyamon számolod? Mindegy, mert hónap 2 forinttal megemeljük. Vagy 12-vel. Vagy 200-al. Ja, már majdnem. Ja, lenyújtuk a egészségügyi kasszát, nyugdíj kasszát, minden kasszát lenyújtunk. Lecsökkentettük 3%-kal. Majdnem 4-jel. Most már 6-tal lecsökkentettük. Hát de ez a csúnya világgazdaság, ez nem akar szót fogadni, és most ugyanott vagyunk, mint ahol elindultunk. Csak pénz nincs, egy kanyi garas nincsen. Vagy azt mondja, hogy most leértékeljük az országot, az mit jelent? Sokkal drágábban tudunk hitelt fölvenni. Nem csak mi. Még többet lehet lopni nekik. Mert azt mondja, hogy eddig az államkötvények nem mentek, de most viszik, mint a cukrot. Megvárták, amíg az államkötvényeknek az ára, az árfolyama olyan lesz, amíg nekik kedvező, mert most kamatos kamattal számolva már annak a 7% kamatra adják majd, és az a 7% már nem az a 7% lesz, mint ami korábban ment. Tetszik érteni? Tehát nem arról van szó, hogy az államot mentjük, az országot mentjük. Egy szűk érdekcsoport, nevezzük őket zsidóknak, plusz még a csatolt rész, azokhoz vándorol be. Ez nincs mellébeszélés. Hát ezek a tények. Ha nem ez lenne, én szívesen mondanám, hogy van köztük. Valaki ott megkérdezi, de hát a Csányi. Melyik a Gyurcsányi, vagy a Picsányi, vagy a... Melyik? Melyik? De hogy a Csányi nem az. Persze, megmondom, a Demján se. Úgy nem az, ahogy a Demján nem az. Mondom, mi a kérdés? Jó magyar emberek, mint a Széles Gábor, nem? Hány céget nem tett tönkre, azt egyszerű felszámolni, vagy megszámolni, nem? Amiért beletett. Hát azért tették oda, hogy számolják föl tempópártos, felszámolós, polipos ábra, hogyha valakinek mond valamit, mondjon. Mindenki mindenkivel, családi vállalkozás. BKV, most ugye a Orbánnak a kis kereszt fiacskája, a kis... A Vitézis. Nem, Dávid, Vitézis meg Dávid. Nem tudom, hogy milyen lovon lovagol, de biztos, hogy a gyerek az nem sima, hanem fordított. És ez családi vállalkozás. Faji, vérségi, rokonsági alapon szerveződött, jól működő, nekik jól működő, évszázadok alatt kiépített családi vállalkozás. Ezt nevezhetitek szabadkövetségnek, nevezhetitek összeesküvés gyakorlatnak, bárminek nevezhetitek, de a tény az tény. Megoldás, ugye itt maradtunk a megoldás. Ugye a megoldás az azért nagyon egyszerű, mert aki nem ismeri a problémát, annak nem jön el a megoldás sose. Aki megismeri a problémát, annak lehető legjobb, legteljesebb mi voltában, az rájön a megoldásra, hogy ő maga a megoldás. Volt egyszer egy Jézus nevezettű ember, semmi nem biztos, hozzáteszem. Ezt most kaptam meg, nagyon sok minden lejött ennek a könyvnek is, illetve ebben a könyvben foglalt írásokban. Ezt a Körösi Csoma Sándor Magyar Egyetemen használták magyar néprajz cím alatt, Jézusítő magyar eleink.
Zahar József hirtelen és furcsa körülmények között elhalálozott, nem ő az egyedüli szeméről van szó, aki összegyűjtött olyan dolgokat, amelyeket, hogyha okítani, mert ezt kellene okítani, általános iskolában is, amelyek egyértelműen bizonyítják azt, hogy 2000 évvel ezelőtt ugyanebben a helyzetben állt, ugyanebben a cipőben. Ugyanúgy meg volt, félre volt vezetve az ember, és ugyanaz a vallásinak föltüntetett háború zajlott teritoriummal egyetemben, csak akkor ugye a római világuralom volt, amely római világuralom mögött természetesen már a judeók ott voltak, utána kisajátítva a kereszténységet is. Ezt tudjuk. Az alap probléma, aztán az Istvánhoz, mire eljutottunk a Vajk István kérdéskörhöz, kiderült, hogy már a nyugatrómai, meg most a keletinek mondott, de mindenféle, most éppen a moszkvai, mert a moszkvai pátriarka lesz, úgy látom, a katolikus egyháznak a új vezetője, az aktuális, nem biztos, hogy a mostani, hanem lehet, hogy a következő, és közben Vatikán meg szépen építik lefelé, és az a legnagyobb baj, hogy adják elő ezt mind a sok-sok hívő embernek, hogy ne recsenjen bele. Hogy eddig loptunk, csaltunk, pedofilkodtunk, hazudtunk, és a többi, és a többi. Ugye megoldás mi? Elmondta az ember, ott ő. Illetve akit mi úgy ismerünk, úgy ismertettek meg velünk. Nem a neve számít, hanem az, amit mondott, az így igaz. Nem beszélt se egyházról, még vallásról sem beszél, csak az igazságról. És azt mondta, hogy az igazság, most szó szerint hagyd ne idézem, ezt mindenki nyilván magának tudja, éppen elég kell, hogy legyen, ahhoz, hogy te magadat megváltsad, és mi a más lehet megoldás, mint a szintiszta igazsággal, az, aki az igazsággal szembesül, az a valóságban él. Aki a valóságban él, ez ugye így érthető. Aki az igazsággal szembesül, az él a valóságban. Így van? Tehát aki megéli az igazságot, az a valóságot már látja. Aki a valóságot látja, az már értheti, hogy mi zajlik körülötte. Aki nem látja a valóságot, annak én nem tudom elmondani, hogy mi a megoldás. Aki látja a valóságot, az meg nem kérdez még ilyet. Mert azt mondja, hogy tudom, csinálom. Nekünk túl kell élni. Hittel, itt jön be a hit, szeretettel, de a hit az, hogy van. A hit, az gyakorlatilag nem létezik magába, az a vallással, hitvallással együtt jár. Tehát aki hívő emberként azt mondja magára, hogy ő hívő, és ezt el kell, hogy mondja, az valószínű kicsit füllentett. Mert a hívő ember onnan ismerszik meg, hogy a hívő megvallja hitét. Tehát arról nap mint nap tanúbizonyságot tesz. Úgy él, lélegzik, beszél, cselekszik. Hittel. Tehát minden egyes tevékenységét, itt van az élő hit. A hit az élő. Olyan, mint a nyelv. Ha nem használod, az halott lesz. A hited, ha nem használod, akkor a vallomás is hamis lesz. Ez olyan vallásos vagy? Nem. De hiszek. Az nem lehet. Mert a vallás csak a hittel együtt működik. Nem tudom, érthető? Az igazság csak az élő hittel együtt működik, vagy létezik, csak akkor, amikor az igazságról tanúbizonyságot teszel. Amikor elkezded az igazságot, már ugye birtoklod az igazságot magadban, és azt elkezded hirdetni, akkor rájössz arra, hogy mit kell tenni. Elindultak sokan ezen az úton, kis közösségeket próbáltak szervezni, próbálnak szervezni, magukat szórnak, és azt mondja, most már nem idegen a szomszédom. Most már tudunk beszélgetni, most már... Ja, kiderült, hogy idegenebb, mint gondoltam, mert azzal, akivel gondoltam, hogy tudok majd beszélgetni, arról kiderült, hogy abszolút nem tudok vele. Ez egész más világ. Ugye Jézus is azt mondta, hogy családokat fogok szétszedni, nem békén, háborút hozom. Miért? Mert az igazság az olyan elemi erővel csap minden egyes közösségbe, azért van az, hogy nem mernek sokan eljönni. Még azok se, akinek itt kellene lenni. Az igazságtól való félelmükbe, hogy ő nekik meg kell mérettetni. Mert mindenki megmérettetik egyénenként. Ez egy egyéni harc. Itt nem lehet elbújni a másik mögé, hogy majd beállok valamilyen szövetségbe, egységbe, tatata, és majd én ott leszek, és a végén majd megyünk osztozkodni. Ez nem az a meccs. Ez a megmérettetés, ez egyéni. Mindenkinek a lelke, mindenkinek a küldetése most mérlegre vagyunk téve.
Az összes többi egy mellékes. Tehát a zsidó témakör az csak egy próba hozzá. Durva próba hozzáteszem, de egy próba. Hogy meg tudjuk-e állni, hogy túl tudunk-e ezzel lépni. Hogy a gyűlölet terelje bennünket valamerre, amelyel szeretnek operálni, azért már valaki kimondja az igazságot, ők rögtön lefordítják, hogy gyűlölködik. Én. Gyűlölködik. Az igazság egyenlő a gyűlölettel számukra, ott nem az én apparátusomban van a hiba. Jól mondom? Ha az igazság egyenlő mások számára a félelemmel és a gyűlölettel, úgy néz ki, hogy ők nem az igazságban, nem a fényben élnek. Nem szeretnék, hogy a sötétben él, ne derüljön ki, maradjon sötétben az a dolog. Megoldás csak a fényben élő embereknek lehetséges, mert megoldás maga a fény. Világosságot akartok? Gyújtsatok gyertyát. Itt. Hogy tudsz gyertyát gyújtani? Úgy, hogy másnak meggyújtod a gyertyáját. Te úgy tudsz világítani, hogy másokat segítesz magad fölé. Másokat tartasz meg. Nem kapaszkodsz a másik hátán, vállán föl, és taposod le, és veszed el mindenét. Önzetlenül. Ugye világot akarunk megváltani? Magyarországot akarjuk? És mi az a kérdés, hogy ki a magyar? Ugye mindig, de ki a magyar, ki a magyar? Hát az, aki ezt érti, és aki ezt teszi. Aki nem érti, és nem akarja ezt tenni, az nem az. Az valami más. Érthető ez így? Nincsen azon a szinten megoldás, anyagi világban, anyagias világban, pénzes világban, pénzzel nem tudunk megoldani semmit. Pont ez azért hozták létre. Ez olyan, mintha régi graffiti, ha a politika bármit is megold, bármire is megoldást jelenthetne, már régen betiltották volna. Tetszik érteni? Ha a pénz bármilyen problémánkra megoldást jelenthetett volna, vagy jelentene valódi problémát, akkor már nem lenne. Ami megoldást jelent a számunkra, az az igazság. És tudjátok, mi a jó ebben? Az a jó ebben, hogy mindig megjelennek igaz emberek. 1883-ban, ha jól emlékszem, Istóczi Győző antiszemita pártot üzemeltetett az akkori parlamentben. Hihetetlen. Le van írva, szakirodalma van. Nem emlékszem pontosan, de talán 26 fővel volt, ott ültek benne a parlament. Magyarnak mondott parlamentben antiszemita párt. Nem a bújnevük volt, ez volt a... Olyan, mint a Jobbik lett volna. Érted? Antiszemita párt. Így nyíltan, őszintén. És elmondták az összes zsidó témát, amit én most, mint hogyha én talán... Ne, azt már mind ők elmondták. Mikor? Hát olyan 120x évvel ezelőtt. Hihetetlen? 120x évvel ezelőtt szó szerint elmondták azt a tényállást, amiről én most beszélek, és nem akarják hinni az emberek, ami nyilvánvaló. Igen, fölvásárolták, igen, kitolták, igen, magyar ellenes, igen, igen, és a parlament már akkor se tudott megszavazni egyetlen egy döntést, mert a parlament vezérkarának a beállítódása, illetve a lekenyerezése már akkor megtörtént. 1800-as évek vége. Deák Ferenc, a nagy kiegyező. A kiegyezés lényege az ez volt, egyenjogúsítani a zsidót, hatalmat adni. Széchenyi ősiség törvényét, mikor eltörte, és rájött arra, a végén, hogy mit is követett el. Hát gyakorlatilag szabad kezet adott a nagy tőkének, ami egyenlő akkor már ugye a zsidóval. Idézőjebb abba őrült bele. Hogy őrült volt-e vagy nem, azt hozzáteszem, ezt nem lehet 100%-ig bizonyítani, mert oda menekült, hogy ne tudjanak intézkedni ellene. Egy darabig jó búvóhely volt a Elme és Kortag intézet. Valamely, nem tudom. Majd a történészek kiputatják. Ugye milyen hihetni, olyan, mintha most találtuk volna a spanyol viaszt föl. Nem, ezt már régen kitalálták. Verhovai Gyulárik. Hirdették. És föl lehet sorolni gyakorlatilag, ez mind le van írva, mind el van mondva, és általános iskola első, második, harmadik osztályban, amikor már összefüggően tudnak olvasni, a könyvet a kezébe kéne adni a gyereknek, és az ő értelmi szintjén azokat a történeteket elmondani, hogy ismerje föl a bűnözőket és a bűnösöket. Ismerje föl a rossz szándékú és a jó szándékú embereket. Ismerje föl, ezek ugye pszichológiai képességek, ismerje föl a társadalom megrontói, akik azon munkálkodnak, és azokat, akik azon munkálkodnak, hogy másokat emeljenek maguk fölé. Ezek az alapképek. Ha ezt nem ismered föl, nincs megoldás. Most azon serénykednek sokan, hogy mi a megoldás?
itt egy szekér. Hú, de jó. Akkor mit kell ezzel csinálni? Hát ezt a szekeret innen el kell tolni oda. És már tolod is. De nem érdekel, hogy ki ül a vakon. Hogy ki irányítja a szekér ugyat, és azt mondja neked, hogy figyelj, mikor elindult, sötét volt, azt mondja neked, hogy figyelj, ez a szekér, ebből majd eltoljuk, de neked is jut róla. Majd ott a házadnál megállunk, és sötét van, te tolod, mint állat. Reggelre, mire már elfáradtál, ez kipirkad. Hol vagyunk? Kacsalábú forgó, hát. Jaj, kösz szépen. Ide kellett jönni, eltoltad ide a szekeret. Na, megrázzák a kezedet, jobb esetben. Elvégezted a munkát, mehetsz haza. És mit csinálsz? Hazamész és várod a következő szekeret. Mit tolhatsz el? Kinek? Hova? Hagynak mindig egy kicsit gazdagodni, most is az van, hagytak gazdagodni. Magyarország a legigabb barakú, igaz? Mubarak. Vagy barak, Obama barak. A legvígabb barak volt. Hagytak gazdagodni. Mert ha nem vagy gazdag, már magadhoz képest, akkor nem lehet mit elvenni. Tehát hagytak gazdagodni, és attól nagyobb a pofán verés, hogy most gyakorlatilag ahhoz képest semmit nincs. Akkor volt egy házad. Most van egy csomó adósságod. Lehet, hogy akkor is volt adósságod, de akkor mondjuk a, nem is tudom, előre láthatólag 20 éven keresztül ugyanazt a 200 forintot fizetted. Lehet, hogy 2000 volt a fizetésed, vagy 1000 forint, de 200 forintnál többet nem kellett fizetni 20 éven keresztül. És 200 forintból viszont be tudtál vásárolni egy hónapra. Ha éppen arról volt szó. Egészséges élelmiszer. Most gyógyszerre költöd a fizetésednek a jó javát. Pedig marhára tele vagyunk olyan egészségvédő szervezetekkel, minőségbiztosító vizsgáló, tehát a intézményekkel, amit azt szavatolja, hogy amit megeszel, meg amit elfogyasztasz, az mi a megoldás? Beszél ma valaki arról, hogy permeteznek felülről bennünket, és kik lehetnek ezek, és mivel permeteznek. Orvos professzor rokonom, mert jó, ha rokonja van az embernek, az asszonyon keresztül természetesen, most szembesült vele, amikor elmondtam, hogy permetezés van. És azt mondja, mivel permeteznek? Hát mondom, amit tudunk idáig, az alumínium, bárium és még egy-két. Szóval tényleg most, ahogy mondod, mert ő meg rendszeresen elemzi ugye a vér nézeget. Azt mondja, megemelkedett az alumínium, meg a báriumnak a szintje az általa vizsgált vér képekben. Értitek? Mondja a professzor. És azt mondja, föltűnt nekem is, hogy megyek sétálunk, és azok a repülőgépek keresztbe hosszába, és azt mondja, nem tudtam megmondani, hogy hova megy, mert eddig ugye föltűnt mindig, hogy melyik gép nagyjából ki lehet egy silavizet. Na ez az az eljárat. Na most nincsen járat. Most nincs járat. Keresztül kasul, akármelyik gép akárhova elmehet, akármilyen zónába. És nem kapsz róla tájékoztatást, hogy mit permeteznek, mi ez a nagy időjárás, befolyásolás, megváltozás, egyebek, hogy mit oltanak beléd, H1N1 és az összes többi, milyen humán papilloma. Az egyik országban már bebizonyították, mit tudja, most Angliában tudósok, lehet, hogy nem zsidó tudósok, elmondják, hogy hát ez is azért a ráknak igen-igen elég erős, hogy úgy mondjam, előidézője lehet, humán papul, de nálunk ócsán. Igaz, hogy a vírus, illetve a járvány a közelben nincs, de már azért megy a pánikert, és hogy mindenki ócsa le magát. Másik országban te ilyet nem látsz. A sátán úgy dolgozik, illetve a sátán népe úgy dolgozik, hogy szeretné elintézni, hogy te magad dönts. Figyeljétek meg, hogy mindig van szabad akarat, ezzel szoktak operálni. A szabad akarat. Én nem kényszerítettelek. Te magad. Ja, igaz, hogy kényszerít valaki, hogy vedd fel a hitelt? Hát ott mögötted magnummal, hogyha nem veszed fel, akkor nem. Hát igaz, hogy annyi agymosó, meg annyi behetető, meg annyi izé, az nem kényszer volt, az csak a csali. Hát mondta valaki a halnak, hogy bekapja azt a horgot. Mi? Hát nem volt ráír, hogy öreg, ez a horog. Mert akkor valószínűleg nem kapta volna be, mert anyukája, apukája elmondta, hogy a horgot bekapni nem egészséges dolog. Rendszerint nem éli túl a hal. Halállal végződik. Ja, Egyiptomban a halálnak a jele az az álló hal. Tudod, mik a hal? Áll. Az a halál. Nem magyarul van ez sem. Héberül. Nem kapul.
lényegesek? Na, szóval a megoldás az, az nem mi, az ki. És aztán, ha van ki, akkor mi. A megoldás mi vagyunk. Mi mindnyájan. Ha mi mindnyájan vagyunk valakik, azok, akiknek lennünk kell ebben a helyzetben, meg akarjátok oldani a helyzetet? Akkor szembesüljetek a helyzetnek a lehető legmélyebb buddhával is. Hogy tudjátok, hogy mit kell megoldani. Ez a helyzet megoldható? Nem. Ezen a szinten, amelyen most mi vagyunk, nem megoldható. Nem is kecsegtetek ezzel senki. Ezen a szinten nem. Azért nem is foglalkozunk ezen a szinten a témával. Hanem emeljük a tétet, és azt mondjuk, teljes tudatosság. Képzeljétek el, az oroszok vissza fognak jönni. Ez nem kérdéses. Lengyelországban is, már Belorussziát ugye megették, nyam-nyam, Ukrajnát megették, ham-ham, nagyon finom volt, ukránok is akarták természetesen, beloruszok is akarták, mert ha nem akarták volna, akkor is akarták, mert hát ők egy ország, egy náció voltak. Hozzáteszem, hogy az orosz nációnak meg a alapnációja, az meg a szkíta. Már megint, ugye Kijevet is, hát nem is tudom ki alapította, de félfülle, mint a halani vélte volna, hogy tám valami hun nagyunk ősünk. Na, mindegy. Majd rájönnek esetleg arra, illetve bocsánat, ők már szerintem pontosan tudják, hogy mi kik vagyunk. Nekik ez számít valami. A zsidók is pontosan tudják, hogy mi kik vagyunk. Nekik is számít valami, csak ellenkező pólussal. Akik legkevésbé tudják, hogy kik vagyunk, azok mi magunk vagyunk. Ugye milyen paradoxon? Ha mindenki tudja, hogy kik vagyunk, csak mi nem. És amikor ezt elmondod 10 emberre, 15 hülyének néz. Még a csatolt részek is. Hazamegy és közösen röhögnek rajtad, hogy áh, ilyen nincs. Balneológus konferencián elmondom, hogy a kiállok, mondtam, hogy vetítőgépet nem lehet kikapcsolni, mert ugye mindenki úgy tart előadást, képzeljétek el, hogy vinni kell ugye powerpointos kis valamit. Én hát ugye nem vittem, hát mi vigyek. Mondom, nem vetíteni akarok, én előadni akarok. Na azzal betöltöd a pennás drive-odat, betöltöd, ősi magyar szó a pendrive, betöltöd és akkor... És a kivetítőre ránézel, te is nézed, hogy mit írtál, hogy mekkora baromságokat írtál, és ha apró betű is azért nem tudod elolvasni, de te nagyjából tudod, de amikor beszélsz meg, mutogatsz meg, és rá nem nézel a publikumra, akinek oktat, és ezt mind 10 percben, olyat tudsz csinálni, hogy a végén az emlék nyomok is kiírtódnak az emberek fejéből, tehát elhangzik egy 10 perces előadás, semmiről. Lehet, hogy remek volt az anyag, csak semmit nem ér. Te magad is nem az emberek szemébe néztél, nem velük beszéltél, beszélgettél, nem kerested a tekintet, te magad is azt bámultad, hogy milyen hírséget írtanak. És ez az előadás. Na most ott a balneológus konferencián azzal kezdtem, hogy lefordítottam a balneum, amit ugye azt mondják, hogy latin kifejezés is fürdőt jelent. Én meg ugye lefordítottam, hogy ez fürdő, csak lábfürdő, még abban a tekintetben, hogy a bál, ugye az a láb. Hát lábbal megyünk a bálba. A bálba lábbal táncolunk, tehát ez ugye magyar, a bál, bal bál, ez benne a bal láb. Bal láb, bal láb, ott a jobb után. Na, ez a láb, ugye a balneumból ez már eleve a láb. Ezért van az, hogy bálna, a na ugye azt mondják, hogy fosztóképző, de lábatlan, an. Lábatlan. Lábatlan a bálna. Na, a neum az, ha visszafelé olvasod, egy kicsit torzítottan, az a neum, muen, mén. Láb, mén. Ez a fürdő. Ugye semmi több. Ennyi. A láb, ami mén. Tehát, hogy azért, hogy menjen a láb, ha gyógyfürdőről beszélünk, hogy jó működjön a láb, hogy menjen. Hát ezért volt, mondtam, hogy Lavrov az a orosz külügyminiszter, mindig ilyenekülnek eszembe. Na, Lavrovba beleteszik a lábukat az emberek, ugye régen ez így volt, és jó érezték magukat. Mert a fürdőzés az nem azt jelentette annak idején, eleve nem is tudtak tisztálkodni. Azt tudjátok, hogy annak idején ez is az Árpádházi királyleány okozta egyáltalán az, hogy a maga a fürdő, Erzsébet, az a angolnak mondott szókincs, germán angolban mondott szókincs, bekerüljön. Hát néztek rá, hogy mit akar ez itt a Dézsában.
olyan déjà vu érzésem. Gyertek, fáradjatok be. Fáradjatok be. Nem volt szokás a fejlett nyugati Európában ugye a fürdőzés. Csak Erzsébet volt az, aki elkezdett fürdőzni, és a Dézsába belemerült, és ott szagosította magát. És mikor ezt elmondtam, hogy gyakorlatilag a balneum, az a menő láb, vagyis hogy a láb menjen, mert a római fürdőkben, a római kultúrának, meg tudjátok mi volt az alapja? Melyik volt a eredet? Az etruszk. Az etruszk az micsoda? Etrusz. Szüret. Az a szüret. Szóval hát azért van az, a itáliai, ugye a szőlő. Etrusz, a szüret előné, az magyarul. Mi voltunk ott, tele volt rovás írással ott is. Na ezek azok a kincsek, amikor ugye meglátja valamelyik zsidó kutató, hogy van ilyen, hogy gyorsan kapáljuk vissza, meg vegyük ki onnan, nehogy kiderüljön, a francba nem egy izé volt rajta, egy menóra, nem volt bele. Érted, nem volt Mózes nevebe, itt jártam, Mózes. És nem vihetjük gyorsan a British Museumba is a főhelyre kitéve, hogy Mózes ma akkor ott járt, érted, amikor még a földtörténeti korban nem jártunk a planktonoknál se. Na, mert ugye ez a játéknak a lényege, hogy mindenhol beleírják magukat, de itt nem tudnak mit csinálni, mert ez benne van a nyelvben, van genetikailag, illetve a nyelvükben a genetikailag kódolt kifejezések, ott vannak az összes nép, név, elnevezés, olosz, szőlő, szüret. Etrusz, szüret, olosz, szőlő, ölösz, szőlő. Olyan, mintha beszélgetnénk mondjuk egy tájnyelven, magyarul tájnyelven. Azért van az, hogy a magyarok, ha csak őznek is, szögedélyesen, vagy íznek, vagy eznek, ugye mindent el tudsz mondani, és mi megértjük egymást. Más nyelvben nem tudod megcsinálni, azért, mert nincs más nyelv. Egy nyelv van, aminek a gyökereit, a legmélyebben a mostan ismert magyar nyelv még őrzi abban a formában, ahogy ez annak idején az intelligencia nyelve volt. Azt most nevezhetik történelmi korokat viszont szanszkritnek, az is magyar volt. Minden visszafejthető és megérthető, és magyarul van értelme. Ezért szoktak mostanában előjönni ilyen őskutatásokkal, egyebekkel, mert hát ezt már nehéz eltagadni. De hát ezért van az, hogy a zsidók meg beleülnek ebbe, mert az, hogy igen, csak a magyarok meg zsidók voltak. Salamon Berkovics elmondja 1200 évvel ezelőtt már itt zsidó település. Meg a huszárok is. Meg a második András volt, a Jeruzsálem, hogy de ne tévesd össze, Jeruzsálem az ősi magyar város, Urusolyma, Hierosolyma, az ősi magyar város. Tehát ott aztán tényleg benne van, ott leásolt tényleg egy mélyebb, annyira nem is kell mélyre menni, földtörténeti korban, mert megtalálod a Mózes kültáblát, csak az rovás írással van írva. Tehát ennyi a baj vele, mert az kit a város volt. Jó, de én nem a keresztes háborúk idejéből. A keresztes, a második András volt az, ugye itt aki Jeruzsálemnek is a királya volt, és a Jeruzsálem királya azért fontos, mert ugye cigány országot akarnak most létrehozni, tehát Izrael előre tolt helyőrsége, a cigányság, amely a gyökereit már ők se tagadják, hogy a gyökerei tekintetében a cigány és a zsidó egy. Most már nem tagadják, mert eddig azt mondta, hogy a cigány India, a zsidó meg azt mondja valahonnan, de mi tudjuk, hogy alsó Egyiptomból, Etiópia, ez ami ugye Egyiptom egy kicsit nagyobb volt, Etiópia részéről, de hát ugye megint a magyar nyelv, mint ahogy bennünket nem lehet finnugornak nevezni, mert a nevünket mindenhol úgy mondják a világon, hogy Hungari. És azt mondja, hogy semmi közöttek nincsen a Hun, pont a Hunhoz nincsen. De nem azt mondja, hogy Fingari, hanem Hungari. Hát a finnek ugyanúgy nevetnek rajta, mert tudják, hogy igen, volt egy hely, ahol néhány törzs elvált, és pár magyar, hát akkor az ős nyelvből ezt ők megőrizték, aztán egy kicsit torzítottak, csavartak, csőrtek rajta, az kész. Körülbelül ennyi a történelmi valóság alapja ennek a sztorinak.
De viszont a lényeg az, hogy ezt már nem tudják cáfolni. Tehát annyira egyértelmű és nyilvánvaló, hogy még ha három magyarnak mondott talmudista egyetemet létre, az a Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Talmudista Akadémia, akárhány pálinkás, ha iszik, ha nem, érted, nem kell hozzá semmi, akárki tudat tesznek, Glacferit, meg egyebeket, ez mind cionista szabadkönyvű zsidóról beszélünk, csak azért tudjátok, ez magyarosnak mondott a neve, de ez egy sem magyar, és azért vannak ott pont, hogy ne derüljön ki, hogy mi az igazi valóság. Ugye mi a megoldás? Már mondom is a megoldás. Részletekbe kavicsokat adok hozzá, köveket adok hozzá, ez mind a megoldásnak a része. A tudás. A tudás az hatalom. Kicsi radikálisabb megoldás. Kicsi radikálisabb megoldás, kicsi radikálisabbaknak. De ugye vannak olyan radikálisnak mondott megoldások, az igazság nem elég radikális? Gyerekek. Az igazság nem elég radikális. Nem elég radikális az, hogy az elkövetett, az idő nem számít. Késő. Nincs, a késő sincsen. Most én mondhatnám azt, hogy én három évvel ezelőtt is ezt mondtam, és három évvel ezelőtt is meghallgattak sokan, aztán utána elkezdtek hajrá jobbikozni, meg hajrá HV-ben, meg nem tudom micsoda, és sokan a mai napig is ezen a szinten tartanak. Elvitték a Szima Juditot. A Szima Juditot négy éve oltom folyamatosan, hogy hozz össze értelmes rendőrökkel, üljünkre, beszélgessük. Nem lehetett meglépni, mert csak ez, csak most aznak lett az eredménye, hogy a Judit nem lépte meg azt, amit meg kellett lépni, és most ő börtönben van. Budázi Gyuri ugyanez, ugyanez. Azon a szinten, ahol ő működött, most mindegy, hogy milyen háttérrel lehetne sokat beszélni. Tudtál vele beszélni? Gyurival? Tudtál vele beszélni? Nem beszéltem, én nem hívok senkit, tudod, aki engem hív, azt nem csapom le a telefon, nem én csapjam le, én nem hívok már senkit. Én elmondtam, amit el kellett mondani, leírom, amit le kell írni, amit leírhatok, érted? Akinek tetszik, tetszik, akinek nem, nem. Tehát erőszakot semmiképpen nem. Aki eljutott odáig, hogy azt mondja, hogy figyelj már, hallgassuk már, nézzük már meg, mert erről van szó, akkor a szeretettel fogadom. De én már nem megyek oda egyikhez se, másikhoz se, nem dörgölöm az óra alá, hogy nézd már meg, öregem, három éve ezt mondom. Te mit mondtál három évvel ezelőtt, hogy hol tartottál, és most még mindig okos tojásnak tartod magad, mert hülye vagy egyszerűen, hülye, erre nincsen más szó. Figyelj, és véleményed szerint cionék nem félnek attól, hogy a történelem ismétlődni fog? Tehát ők gyakorlatilag... A történelem melyik részét tudod? Tehát nem mindegy. A holokausztra gondolok egészen pontosan. Az nem tudja ismételni magát. Saját zsidókat átlát. Tisztázunk valamit, tehát ugye a fogalmak nagyon... A holokauszt kitalált fogalom. Kitalált fogalom egy olyan esemény sorra, amely vagy volt, vagy nem volt. A tudósok szerint azért nem lehetett, mert 1938-ban a hivatalos vöröskereszt statisztikai adatok szerint a világzsidók bevallása szerint zsidók a világban 15.800.000 akárhány ezren vannak, nem tudom a hivatalos adatot most fejből hagyna mondjam, annyira nem érdekel, szerintem pont 15 millióval többen, mint kellene a 38-ban, és 48-ban rá 10 évvel ugye közben volt egy nagyon pusztító háború, amely 6 millió zsidót úgy hazavágott már papíron, ahogy kellett, és ezek nem hogy kevesebben lettek volna, hanem még többen voltak rá 20 ezerrel, mint ahogy 10 évvel azelőtt. Tehát ott valami a krétak, és nem náci soviniszta, nem tudom milyen statisztikáról beszélünk, ez a hivatalos vöröskeresztes statisztika. Most mindenki döntse el magát, hogy a jedvasembe kik vannak, vagy kiknek vannak, meg kik azok a visszatelepülők, akik úgy hirtelen ilyen-olyan módra csinált neveken. Ezért nagyon fontos most, hogy milyen szervezeteket hoznak létre, mert mi a lényeg? Hogy milyen papírod van és honnan származol, és honnan vagytok ti abban teljesen biztosak, hogy nem arról van szó, hogy közben fordul a kocka, és azokat a zsidókat, amiről te beszélsz most, azokat a zsidókat, akik így akartak beszivárogni, most már egy hivatalos szervezet által, de már nem a cionék keze működtetése által próbálják lefejteni rólunk. Ugyanis ezek mind ügynökök. Megdöbbentő dolog, nézzetek meg egy Nikita filmet, vagy egy akármit, olyan mesehős-szerű, hogy van egy lány, aki hirtelen csak úgy hip-hop gyilkos lesz, ezért azért amazért, lelenc gyerek. Azt gondoljatok a sok elrabolt gyerekre, a sok összecserélt gyerekre, a sok külföldre kirángatott, vagy ide-oda-amoda, a sok olyan állampolgár, akiről azt se tudjuk, hogy kicsoda vagy ki nem, de azért csöpögtetnék az információt,
Múltkor ugye ott nevettünk a honlapon egy jót, hogy a Tel Aviv News megírta, hogy valamelyik zsidónak nagyon nem tetszett az életkora, és kérte a bíróság, és ez nem vicc, kérte az izraeli, a Tel Aviv bíróságnak a hivatalos állásfoglalását, hogy olyan jól néz ki, és nem annyi idősnek érzi magát, meg nem annyinak néz ki, mint ami a papírján szerepel. Hát biztos, amikor megcsinálták a hamis identitást, akkor elgépeltek valamit, és én nem tudnám mit csinálni, mert ugye ő nem az, akinek kiadja magát, és hivatalos bírósági papír kellett arról, hogy ő nem is annyi idős, mint ahány éves a papírja. Hát ennyi, tehát tud ilyet a titkosszolgálat akármely. Értitek? És az a baj, hogy ez nem vicc. Ez nem vicc, mert ebből aztán tízezrével van, azt se tudod, hogy tele van ilyen ügynökös filmmel a hollywoodi Zion média, megnézed, NCIS-től kezdve mindig kiderül, hogy ezek egymás ellen küzdenek, harcolnak, és természetesen Dávid ügynök győz. Dávid, aki egyébként nő. Ugye meg kell nézni, zsidónál sose lehet tudni. Tehát ez a nemi kérdés nem lehet, mert van mindig összekeverve, tehát ott a szezon a fazonnal, az simán belefér. Értitek, hogy ez a semmi, erre szoktam azt mondani, hogy semmi nem az, aminek látszik, és erre már tényleg egy nagyon-nagyon elemző elme kell, aki nem téved ebbe a dolog, és nem is őrül bele. Tehát nem az, hogy tudod, csinálsz egy ilyen logikai láncolatot, ez kapcsolja, és annyira bonyolultá válik a dolog, hogy leakad, a számítógép az már kiakadna. Az már logikailag összefordult volna, de a rabbik nem akadnak ki, mert ők okosan kavarják már minimum 2001-néhány száz év óta ezt az egészet. Amióta ugye legutóbb ki kellett csiklatni a legutóbbi hírhozónak az élet munkáját. De hírhozók mindig vannak. Ők meg azon dolgoznak, itt a szabad akarat kérdése, hogy te szabad akaratodból dönts rosszul. Érted? Neki elég, mindegy, hogy döntesz rosszul, a lényeg az, hogy rosszul döntesz. Tehát ő itt van, azt mondja, jó, engem most átvágtak a korába, akkor nem megyek a korába, akkor bemegyek a Oceanba. Rothschild azt mondja, milyen lejöttél? Gyerekek, ez is nekem fütyül, meg ez is nekem fütyül. Jó, akkor nem megyek egyik helyre se, hanem vetek én magamnak, hova mész? Elmész a korába vetőmagot venni. GMO-s a vetőmag, ki se fog kelni, tehát ott fog szemcsigelni a... Érted? De gyakorlatilag ugye a megoldás az, hogy egészen visszafelé fej, az alapokig le kell bontani az utolsó gondot, ha te igazán jót akarsz csinálni. Vagy pedig úgy asszimilálódsz Cioniknak a rendszerébe, hogy közben átlántod a hálózatot, beépülsz a hálózatba, és olyan ékeket versz a hálózatba, amit csak ha te tudsz, meghúzod a megfelelő kart, és széthullik. És elkezded úgy építeni ezt a dolgot. Tehát képzeld el, múltkor ugye lebukott egy vagy magyar, vagy nem magyar Erdélyben élő gyerek, hogy bement a NASA-nak a szerverébe. Ugye ez volt a hír. Mi kell hozzá? Egy klaviatúra, meg egy kis számítógépes tudás, és még. Bármelyikünk képes lehet. És képzeld el, hogy egy ember ilyenre képes. Kettő, akkor mire képes? Mérges vagyok a TMRS-re, mert ugye a Juditot elvitték, és a TMRS megszűnt létezni, beállt, mint a szög. És a nemzeti arcvonal az már egyből jelezte, hogy akkor oké, a szimpátia tüntetése a Juditnak a házánál. De a TMRS még mindig, pedig a hivatalos rendőrök, és csak ügyvédből van nekik szerintem 10. A havi költségvetésük van 300 millió, csak a hasamra ütöttem. Értitek? Meg nem mozdul 8000 tagú rendőr társaság, akinek fegyvere van, vigyázz, mert nem veszélyes, hülye. Az 8000 gyáva, az mennyit ér? Pont 8000 semmit. 8000 nulla. Ki lesz ott, amikor ott kell lenni? Senki. De erre mérget vehet. Akkor mennyit ér? Egy. Többet ér. Egyetlen egy. Többet ér, aki van, mint 100000, aki nincs. Ezzel az egy megadja azt a lehetőséget annak a 100000-ből, 100000-nek, ha ők úgy döntenének, akkor lehetne közülük is egy-egy. Adott esetben TMRS-es, meg akármilyen rendőrnek is, csak akkor számítani kellene, hogy abban a rendszerben ő nem tud működni, akkor ki kell lépjen a rendszerből. Mert ha ő az igazat kezdi elmondani, Pintér Sándor és az összes rendőr bűnöző, hozzáteszem a tábornoki kar az,
a alosztályvezetőtől fölfelé gyakorlatilag mindegyiket sitre kell, lehetne vágni, így 120 év. Így élből. Majd utána kiderül, hogy mit követti el, barátom. Nyugi. Azért mindnyájan benne vannak ebbe az ország szétrablásába, az állampolgárok, magyarok és nem magyarok, cigányok, magyarok összeuszításába, a bennünket a szétszipolyó, ez már mind benne van. Ja, hogy ártatlan rendőr, mert ő nem követette, és ő csak parancsot teljesítette. Nürnbergbe ez nem jön be. Most se fog. És ezt a rendőrök tudják, de még mindig félnek, mert még megkapja a fizetését. Mi kell? Megkapja meg a fizetését. Mi a megoldás? A megoldás az, hogy minél rosszabb, annál jobb. És azt mondod, idő? Idő nem létezik. Einstein megmondta relatív, de ez nem biztos, mert azóta kiderült, hogy nem a fény a leggyorsabb. Tehát Einstein nem vagy leggyorsabb. Vagy Einstein nem egyenlő a fénnyel. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minél gyorsabban, minél rosszabb, hogy aki még a határon billeng értelmileg és érzelmileg, az minél gyorsabban és nagy tömegbe térjen magához. Ugye a tömeghatás. Legyen kit irányítani, de aki nem odaáll Cion, azt mondja, jobb, hogy gyerünk erre, vagy azt mondja a Torocka, hogy menjünk, rohamozzuk meg a tévészékházat, mert be kell olvasni. Megrohamozták, ott voltak, olvasni való meg nem volt. De ez ugye, addig rejtünk, éppen dolga volt neki. Ezek a tények. Tehát értelmes, tudatos emberek kellenek, akik önmaguktól is képesek értelmes, tudatos cselekedetek véghezvite. Vezetők kellene. Hogy ki lesz a vezető? Jó, ha jó kül? Nem félsz attól, hogy bekerülsz a Bastille-ba, mint a többiek? Micsoda? Mit csinálok? Nem félsz attól, hogy bekerülsz a Bastille-ba, mint a többiek? Hát a Bastille belepusztult. Az kell, hogy belepusztuljon. Nem. Mondtam, én tegnap is írtam a honlapon, hogy mit nem adnék egy kis hitelesítő rendőrizéért, de most mindenki azzal birizgál, hogy ha ilyeneket mondok meg, mi az, hogy engem még nem csuktak le? Hát lehet, hogy azért, mert ilyeneket mondok és ilyeneket teszek, és én megteszem azt, amit ők nem, és a Gyurit se csukták volna le, ha azt teszi, amit tenni kell. A Szima Judit a mai napig szabadlábon lenne, és hozzá nem mennének nyúlni, ha azt mondja és azt teszi, amit tenni kell. Akkor te helyes, amit teszel. Nem tudom. Még szabadlábon vagyok, ergo igen. Érthető a dolog? Tehát addig, amíg azt teszem, amit tennem kell, addig megkapom azt a támogatást, amely támogatás szükséges ahhoz, hogy én ezt megtegyem. Ez nem így működik, hanem úgy működik. Ha így működik, akkor nyilvánvaló annyi támogatás mindig van, hogy ez működhessen. Nem több. Éppen annyi. Mert ha több, akkor attól nem működik. Ez olyan, mint a darálóba beünted a kisebb teljesítmény darálóba, oké? Okay? Kalapácsos. Beöntöd a ízét, sok cucc, puf, nem megy. Tehát adagolva működik. Ilyen a lélek is, most képzeld el, jön itt valaki és először hall ilyeneket, hogy háború, meg zsidó, magyar, meg cigány, meg polgár. Milyen érzésekkel megy haza, hogy most kapja, így leforrázza, hogy uram, atyám, mi volt itt, ez elmebeteg meg. Azt utána, mert zsidózik, meg ezt csinál, és utána, ha elkezd gondolni, aki elkezd, sokan nem, de le is ragadnak enni. Kapott egy impulzust, ez neki túl sok volt, levártál biztosítékot, érted, nem is volt biztosíték, nem volt mit leverni, kész. Szelektálódott, maga, mindenki maga dönti el. Tudod, mindenkihez eljut a ige, de hogy kiben fogad meg, ugye úgy szokták mondani erre a bölcsebbek, hogy sokan vannak elhivatottak, de kevesen lesznek a kiválasztottak. Azok kevesen. Mindenki el van hivatva. Hát el vagytok jó. Olvastátok a plakátot? Melyiket? Elsőt vagy másik? Ugye? Hát mindenki valahol el volt hivatva, de hogy ki lesz azok közül az, akinek az elhivatásán, a hivatásán túl a kiválasztódás, a feladat végrehajtása, azt én itt nem tudom. Azt ti tudjátok. Azt ti érzitek. Aztán majd mi megérezzük, működik ez a kapcsolat, hogy szerte az országban tudom, hogy ott vannak azok a pontok, amik vannak.
és én azokat nézem, a többi nincs. Tudod, azzal van, az emberek lesnek, állandóan lesnek, les. Nyitva van a szeme, olyan, mintha látna. De legalábbis néz. Aztán, amikor belenézel a tekintet, én múltkor voltam így egy idős tanárúrral, mély tiszteletem, és tényleg nagyon helyén van, és zseniális koponya, és két éve beszéltem vele, és múltkor összefutottunk, és leszálltam a bicikliről, egy kerékpározom, mindenki szopjon hozzá a biciklét, üzemanyag, költséges is, meg tud takarítani, de is belenéztem a szemébe, nem láttam a szemébe, nem tudtam a szemébe belenézni, keresztül nézett rajta. És hazamentem, és mondtam páromnak, hogy dementálódott, elkezdődött. Még tanít, még ott oktat, még anekdotázik, még, de már nincs. Fél lábbal már ott van. Már odaállt van fél. Még itt van a teste, de már nem ezt lát. Nem, néz, de ezt már ő nem látja. Érted, hogy miről beszélek? Tehát látni az lát, aki tudja, hogy mit kell nézni. Az látható. De a legtöbben csak lesnek. Nem is tudja, hogy ott van látvány, amit látni kellene, és ha látni kellene, és az, de mit nézze? Nem látod ott az a kép, és az, hogy nem látja meg benne. Érted? Nem tudja, hogy mit keressen. Ugye a tudat. Ákos egyik számában énekli, ez a refrén, ez nagyon megkapó, néha szoktam idézni, hogy kevés volt az, amit megtudtál, mert alig hitted, amit értettél. Még egyszer. Kevés volt az, amit megtudtál, mert alig hitted, amit értettél. Tehát nem elég felfogni, hogy igaz? Igaz. De nem akarom elhinni, a szívem, a lelkem, kezem, lábam tiltakozik a tény ellen, amit elfogad a tudat, hogy igaz. Ezért nem is tudatosítod, azon a szinten megül, és nem lépsz tovább. És kevés volt az, amit megtudtál, nem tudod. Azt hiszed, hogy tudod, mert hallottad, a füleden bement. Pattogzott is az agyadról az ománc rendesen, a sok izét ráégetett, nem odavaló dolgot, az küzdött vele rendesen. De nem tudatosi, nem került bele a tudat. Érthető ez, hogy milyen? Sokan meghallják, az elhivatást is sokan meghallják, de ha nem válik tudata részévé, nem dolgozik, és akkor válik tudata részévé, amikor te ezt tanítod. Érted, mi a szép ebben? Aki ezt nem csinálja, az nem tudja. Ez csak akkor tudható, amikor csinál. Tehát csak akkor érthető ez, vagy... Ezt nem lehet, hogy meghallgatok egy előadást, papajos, vagy akárkinek, vagy hű, és akkor nem, barátom, nem. Csináljad. És akkor rájössz arra, hogy csaló, vagy nem csaló. Akkor összeáll. Hát csináljátok, és tudjátok meg magatokról, hogy mire vagytok jók. És ha megtudod magadról, hogy mire vagy jó, akkor kiderül, hogy a megoldás része vagy, tehát a megoldás te vagy, vagy más. Vagy még fejlődni kell. Vagy milyen szinten vagy megoldás. Nagyon sokan vannak itt, azt mondja, figyelj, én tudom, hogy mi van, katonák harcoljanak, viszont én remekül tudok sütni. Érthető? Tehát a megoldás része azt mondja, hogy fölfogtam az egészet, én ebben részt tudok venni, mert ismerem a határaimat, abban nem tudok részt venni, mert ahhoz nem. De fölfogtam, hogy az a rész, az kell, kötelező, az legyen az ő dolguk. Ez a rész, ez viszont nem az ő dolguk, ezt viszont én remekül megcsinálom. Tehát katonák, menjetek harcolni, ha hazajöttök, akkor itt lesz a bukta. Dúrós bukta lesz. Tessék, tetszik érteni? Amikor ugye nem kell mindenkinek harcolni így. Hát a szakács az így harcol. Csinálja a dúrós buktát. A fegyverkovács az nem megy el harcolni, mert akkor ki kovácsolja a fegyvert? A tanító, a gyerekeink tanítója, az se lesz ott, vagy ha ott lesz, ha úgy hozza, lehet, hogy az első, inkább ne is álljál az útban, még akadályozom. Többet ér 5 jó harcos a harcmezőn, ha nincs ott a másik 95 a századból, érted, aki csak hullának jó, és az eltereli a figyelmet, hogy most ezt lőtték meg, azt lőtték meg, és azzal kell foglalkozni, ahelyett, hogy írtaná ki az ellenséget. Az utolsó szállít. Mert most nem ellenfelekről van ám szó. Ez ellenség. És ugye itt jön be egy nagyon komoly téma, ugye a halál kérdése, lásd,
Most mindenféle baleseteket mutogat a tévé, katasztrófákkal szembesül, horror híradónak szoktam nevezni, ami a tévében nem ilyen. Emberellenes, személyiségellenes, személyiségromboló, gyakorlatilag ez be kéne úgy, ahogy van, kvázi szüntetni, már csak a gyerekek lelki egészsége miatt, mert egy gyerek végigül egy híradót, ott vége van, mint a botnak. Semmit nem ért meg az egészből, csak az, hogy rendőrök, ügyész az ő neki nem mond semmit, majd fog, mert már született bűnöző mindenki, és a többi. De nem ért meg semmit, csak az, hogy van egy olyan lenyomata, amit ő nem kíván sem magának, sem másnak. Érthető? És ez azt jelenti, hogy ami most felé most tendálunk, abba ugye terelnek bele egy olyan dologba, amiben elhangzik egy alkoholos befolyásoltság alatt baleset által kivégzett családdal kapcsolatban egy vélemény, hogy hát azt meg kéne ölni azt, aki ilyet elkövet. És ezt lehozza a tévé. Egy liberálisnak mondott zsidó kormány most már ugye a halálra ítélése tartja annyira, már vélemény szabadság okán elmerik mondani, hogy ez már hoppá, mi lesz ma holnap? Most ugye bekeményít az MVH, KVH, IH, ÖH, akármicsoda, minden milyen néven futamoszad, teljesen mindegy. Bekeményít, és a vége az, hogy bárkit megfigyelhetnek, bárkit elítélhetnek, bárkit begyűjthetnek, elítélhetnek, és még a végén ki is végezhetik, tehát hogy ne maradjon nyoma. Ezt készítik szépen elő. Ezt készítik elő. Hogy őnekik még terve van, tehát az, a gyerekek ezt még jövő év végéig még ezt valahogy eszközölni kell, mert a nagy megrázkódtatás meg a háború után majd mi fogjuk kikönyörögni, hogy ettől még minden csak legyen béke, tehát ennek legyen vége. Már mindegy, hogy ki uralkodik, vagy ki legyen ott, legyen király, tudod, az se baj, hogyha ekkora pajesza van a királynak, érted? Vagy elismerjük Árpádházinak, vagy Dávidházinak, amit akartok, tök mindegy, csak legyen már végre béke. Ezt akarják. Ugye te döntesz, ugye mit mondtam, szabad akarat. Hogy te követeld tőlük. Te akart. Ők azt mondják, figyelj, te akartad. Fidesz. Nem is volt választási programunk. Hogy győztünk? Tök mindegy, rásegítettek, persze, választási csalással, oké, rendben van. De te akartad, ti döntöttétek így. Hát ha megvan a fölhatalmazás, akkor mi azt csinálunk, amit akarunk. Értitek, hogy mi van? Azzal hivatkozik, és a kis szíjátó, kis csuporka, ezzel szokott mindig érzni. Hát ti akartátok, hát ti akartátok, ti döntöttetek így. Antal Jóska hazajön Angliából, ugye szabadkönyves Páholy, hazajön, Rócsiléka megbeszélte Rockefellerékkel, amit kellett, Bilderbergékkel, Detto, és azt mondja, tetszettek volna forradalmat csinálni. Hát elmondta ő, Gyurcsány is elmondta, kinek nem tetszik, el lehet menni. Nem? Minden el van mondva, miért nem akarjátok érteni? Magyarul mondta. Leegyszerűsítve elmondta azt, amit nagyon nehezen nem akar senki sem megérteni. És ha még megnézed, hogy ez mind zsidó, akiről beszélek, ez mind Szijjártó, Antal Jóska, Gyurcsány, Antal Jóska örököse, szellemi, állítólag genetikai is kicsit. Orbán Viktor, aki Orsós, született Orsós, és valójában Holstein Viktor. A fene se tudja, már az anya sem biztos. Tetszik érteni? Mi van az oroszokkal? Melyiket? Akik a spájtalan. Elkezdtük azt. Nicht kompót. Nicht. Na, volt egy kérdésed csak. Igen, 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 lehetséges. Én halálra rőzném magam, ha polgárháború most lenne, már nem elég, hogy megakadályoztuk a cigány-magyar polgárháborút. Most ki is polgárháborúznak kivel? Most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy senki nem polgárháborúzik senkivel. Ahogy én ezt el tudom képzelni, nem ideológiai keretek között, ez nem polgárháború, ez honvédőháború. Ez honvédőháború. A honvédőháború a következőképpen néz ki. Ezt az oroszok már csinálják egy ideig, és ki is mondják, hogy honvédőháború, zajlik is honvédőháború. Kerek-perek. Ja, nekünk is van. Na, mindegy. Tehát nem polgárháború. Polgárháború alapfeltétele a polgár. Mutass nekem egyet. Itt vagyok. A neve. Az nem. Várjál, Tomket is így kezdte. Ja, vigyázzál. Érted? Mutass nekem egy polgárt. Ma ebben az országban mutass nekem egy polgárt.
aki így fölteszi kezét egyből, azt mondja, zsidó. De Budapesten a polgárság, azt lecserélték 100 évvel ezelőtt a polgárokat. Tehát arról szólt a patkány lázadás, meg az összes többi kitelepítés, áttelepítés, betelepítés. Utána jött ugye a kommunista zsidó rendszer, amikor aki egy kicsit is tudott, meg értett valami, azt próbálták ugye kitaszítani, gyakorlatilag megszüntették a polgárságot. Ehhez képest ugye Fidesz polgári párt, tehát kiknek a pártja? Zsidók pártjáról, egyébként az alapító okiratban, ott a név alapján is, meg fejforma egyéb alapján. Gyakorlatilag a nem is tudom 40 hányan alapították, mindegy, ugye a Bayer Zsolt talán a numero duo, de ő azt mondja, hogy ő született székely, nem székely, hanem mi, Schwab, vagy mi? Pogár? Schwab Pogár? Nem. Ez a zsidó, bocsánat. Könnyű összetéveszteni minden. Nyugodtan. Honvédőháború, remélem, hogy sikerült egy kicsit helyére tenni a dolgokat. Időben hogy járunk, mert nincsen kalórán. Jó, föl lesz a videó, ha föl lesz. Menjetek a megy a buszba. Polgárháború, mert nincs polgár. A háború, amire gondolsz, az a következő képen tudom én most jelen pillanatban elképzelni. Először is van egy nagy örvénylő katona. Ha eltűnik az enni meg az inni, főleg az innivaló, akkor már balhé van. Akkor már, ha a cigányok nem kapják meg a járandóságokat, akkor még fokozódik a közbiztonsági nem létező helyzet. Akkor már rablások egyebek, valószínű, hogy akkor elkezdődik a visszacsapás, tehát elkezdődik akkor a én írtalak ki, vagy te írtasz ki című fejezet, és erre készülnek ők föl komolyabban, csak ugye az a bökkenője ebben, hogy ez nem tud igazán teret nyerni, ez a háború, mert most már a cigány vezetők, ha figyeled, nem tudom, hogy ki súgott nekik, én magam megtettem, hogy azért akinek lehetett súgtam, tudják, hogy őket a zsidók be fogják áldozni ugyanúgy. Tehát az, hogy most genetikai, meg kapcsolat, meg nem tudom, ugyanúgy föl fogják áldozni a cigányokat, ezt már ők is sejtik. A háborúnak a kimenetele az gyakorlatilag nem a háborúba dől el. Ezt nem tudják a stratégák, vagy a taktikusok, a stratégák tudják. Háborúzni nem azért szoktunk, hogy a háborúba győzünk. Háborúzni azért szoktunk, mert a győztes már megvan, csak be kell mutatni a győztest. Tehát a háború, amely igazán stratégák által megvívott háború, és ez a mostani is az, a háború kimenetele, a háború elkezdésekor, már hivatalos a lövésváltás elkezdésekor, az papíron már le van fektetve. Addig a ilyen-olyan nemzetközi szerződések alapján már jóvá van hagyva, el van fogadva. A háborúban benne van az, hogy papírokat akkor el lehet tépni, föl lehet rúgni, tehát nyilván a politikusok, a paktum kötők nem fognak egymásba bízni. De már a háború azért indul, hogy a papírokon foglalt új határok és új leosztásokat a háború végére hogyan fogják majd tudni bejelenteni és elfogadtatni azokkal, akiket ők győzteseknek és azokkal, akiket veszteseknek neveznek ki. Erről szólt Trianon is, hogy hogy játsszuk el, hogy a magyarok veszítettek úgy, hogy nem is veszítettük el az első világháborút, ahogy a németek se veszítették el, hogy mégis hívásnak érezzük magunkat a nem létező holokausztér is. Érted? Ez mind pszichológiai hadviselés. Úgyhogy ezt a háborút ezt nem is szokványos értelemben vívjuk, gyakorlatilag a szellemháborúja zajlik most is, a tudatháborúja zajlik most is, mert a tudatunkkal tudunk belenyúlni, vagyunk képesek belenyúlni azokba a szerződésekbe, paktumokba, egyebekbe, amiket vagy tudnak működtetni, vagy nem tudnak működtetni, és annak alapján szelektálódik ki a kiírtandók listája, és az életben hagyandóknak a listája, hogy mit tudnak hozzátenni, produkálni ebben a közegben. Tehát önmaga az, hogy te magyar vagy, az nem véd meg, ha hülye vagy. Ha magyar vagy és nem vagy hülye, az egy elég jó protektív módszer manapság. De az, hogy én beléptem a Jobbikba, vagy én MSZ-es vagyok, az egyetlen egy orosz harckocsit nem fog megállítani. Legalábbis remélem. De a háború után ki lesz a vezér? Az nem kérdés. Aki túlél. A háború után
figyelj, ne keverjük a hadvezéreket, ne keverjük a vezérülővel. Hát most én úgy értettem, hogy a gondold végig. Volt egy 56, ugye említetted 56-ot. 56-ot a cionisták csinálták. Csak ugye magyarok megint jó hiszeműen túlteljesítettük a tervet. Komolyan vettük ezt a dolgot, illetve elődeink, őseink komolyan vették a dolgot, és hát túljátszották egy kicsit a szerepet, nagy veszteségeket okozva ezzel ugye kvázi a nem cionéknak, mert a orosz kiskatonák haltak ott meg, meg sok-sok magyar, akiknek fogalmuk nem volt, hogy mibe keveredtek. És miről szólt az egész? Hát arról szólt, hogy közben azért a Izrael mégiscsak megvívja, ott ment ugye a Szíriában is a kis háború, meg ott volt Suez. Suez egyenlő Zeus. Suez fordítva Zeus. Zeus, aki bika formájában elrabolt Európát. A zsidó Zeus Suez formájában rabolja el Európát. Brüsszelnek a Európának ugye a szimbóluma, ott van a bika, az ami Suez. Érted? Ami a fő csatornát. Minden le van kódolva, el van mondva. El van mondva, tehát amik most is ugye Suez a téma, és megint Magyarország, megint a központjával, megint kell nekik egy polgárháború figyelem elterelni, és megosztani a frontokat, hogy úgy látszódjon, mintha, és azért nem segítettek az amerikaiak, mert az amerikaiak ugye Soros Gyuri, és a neokon zsidók, nem amerikai kezek. Hát első szabadkönyves állam az Amerikai Egyesült Államok. Abraham Lincoln és társai. Angliai szabadkönyves zsidók alapították, már a Rothschildi Rockefelleri, Rothschildi bankház pénzén, illetve pénzén, hát a lopott pénzén, mint ahogy a Rothschildi bankház finanszírozta a napóleoni háborút, ami a cionistáknak az első nagy próbálkozása volt a világuralom megszerzésére. Schluss. Az volt az első világháború, napóleoni háború. Az volt az első, aztán az első volt a második a harmadik, persze ezek egybeérnek, és most jön a negyedik. Valójában. Már az én számításaim szerint. Na, ez a háború ez nem úgy zajlik, és nem is úgy képzelhető el. Ez egészen másképpen képzelhető, ez így zajlik elsősorban, amikor már lőni kell, akkor már nem az a kérdés, hogy kit kell lelőni, vagy kit nem kell lelőni. Az már el van döntve nagyjából, ott nagyba. Mi magunkat nem tudjuk megvédeni, nincs hozzá eszközünk most. De ha holnap fegyverosztás lenne, megállna itt a ismeretlen nevezetű 6 tápos gépjármű, kiugrana a sofőr, kivenni a kocsit, benne hagyna a kulcsot, érted, az RPG-k meg minden, akkor én azt mondom, hogy gyerekek, hozzá ne nyúlj. Nem a mi, ezt nem mi kezdeményeztük. Ja, hogy már lőni kéne, ez igaz, de nem akkor, amikor ők akarják, és nem ott, ahol ők akarják, nem akkor, amikor. Hát alapvető katonai stratégia, ne az ellenség válaszol már meg a 6 szintere gyerekek. Hát eleve bukta. Hát ő választja ki a csatateret, az időpontot, a nem tudom micsodát, mi meg menjünk leületni magunk. Nem. Majd leületem magam, amikor én akarom. Just, jogom van hozzá, nem? Szabad akarok. Vagy mi a fene? Tetszik érteni? Ha ezt érted? Ha ezt érted, akkor már nem ő irányít, és ő mindent irányítani akar, egy dolgot nem tud irányítani. Az pedig a szabad lélek. Az igazságot nem tudja irányítani. Tehát akiben igazság van, arra neki nincs hatása. Akiben igazság van, abban meg nincsen félelem. Na most a legfélelmetesebb ember az, aki nem fél. De nem összetévesztem a pszichopatával, aki szintén nem fél. Mert neki az egész élete a rettegés és a rettegést álcázza az alás gyurcsány és hasonló állatfajták. A rettegést álcázza azzal, hogy nem vesz tudomást ennek a morális oldaláról. Mi azért nem félünk, mert bennünket a morál irány. Az erkölcs, az igaz, ami egyenlő az igazság. Ez az alapja. Mi azért nem félünk. De ez nem azt jelenti, hogy ott és akkor kell leületni magunkat, amikor ő határozza meg. Majd mi eldöntjük. És van még 10 percünk rá. 20 perc. Rájön. Tudod mit? Most öljétek le ti egymást. Az a baj, Imre, hogy ők is ráérnek. És ezt nem érnek rá. Nem érnek rá. Az idő senkinek nem dolgozik. Az idő van, vagy nincs. Az idő van, vagy nincs. Most egy olyan ponthoz jutottunk el, hogy ha most figyeled az eseményeknek a besűrűsödését, most ebben a közegben lépni, úgy, hogy amikor elmondtuk időben, mert volt már több ilyen kilépési pont, aki olvassa a honlapot, az pontosan tudja, hogy gyakorlatilag a legutóbbi, a 2009-es Böztör pusztán, amikor ott volt 250-300 000 magyar, plusz-minusz zsidóval, mert tele volt zsidóval, mindegy, a gárdistákat még akkor össze lehetett volna rántani, ha Jobbik az lett volna, aminek venni kellett volna, ott Böztör pusztán 2009 nyarán, teljes
vezérkarral, Vukics Ferkóval, meg Nőrdök, mentünk volna, az kész. Kész! Na, ez az, ami nem jött össze. Én ott voltam, tudom. Benne voltam a közepébe. Senki nem akar. A nép az akarhatta volna, mindent megcsináltak ott a rendezők, hogy ne jöjjön össze. Érted? Ott volt egy ilyen kilépő pont, hogy akkor lehetett volna egy ilyen politikainak mondott, politikainak is mondható rendszerváltás kezdeményét kieszközni. Nem volt itt az ideje. Most már tudom. Azért, mert teljesen bizonytalan volt, illetve most már egészen biztos, az a vezérkar, aki akkor ezt a dolgot vezethette volna. Annak nem az volt a dolga, annak a Fidesz győzelmét kellett előkészíteni a Böszölt utcának. Szó volt róla. Tudom, hogy szó volt róla. Mondom, hogy ott voltam. Hát amikor előadást elmondtam, ott 800 ember előtt ott a nagy sátorban, azt mondták, na, postaimlét a vizére, ott a nagy nyílt placra, összerántani a csapatot, az go! Csináljuk meg a rendszer. Azt nem lehet, nem lehet, nem lehet. Jó, akkor nem lehet. Jó. Tehát én ott voltam. Az idő ott volt, meg sokan ott, aki akkor már ez két éve meg lehetett volna csinálni. És akkor karácsonykor már, ahogy Ferkó is ígérte volt, magyar nemzeti kormány uralkodhatott volna már legalábbis, és akkor, akkor demokratikusan meg lehetett volna csinálni. Tehát mindenféle erőszak nélkül. Most ez már nem megy. Most ez már nem megy, mert annyi minden galátság derült ki a nemzetinek mondott oldallal kapcsolatban, oldal vezetőivel kapcsolatban, hogy ezt már nem tudják irányítani. Tehát az a bajuk, hogy például a Jobbikban nem tudják beterelni már a nemzeti, nem tudják ráfogni, hogy a Jobbik a nemzeti oldal. Hát röhögő görcsöt kap valaki, amikor meghallja, hogy a Dievelt, vagy valamelyik lenácizza a Fideszt, vagy a Jobbikot, vagy a, értitek, már nincs, nem tudják össze, sokan és ráfogni. Sokan elhiszik még az igazat. Azok viszont nem számítanak. De jó, de az a baj, hogy a 80%-a elhiszi. Az a jó, hogy azok, akik elhiszik, itt már újságolvasok, azok nem számítanak. Azok, akik számítanak, mindig azok döntenek. És ami információkat be tudunk tenni, tehát meg tudjuk magyarázni az okokat, okozatokat, el tudjuk mesélni, azokat viszont az értelmes ember olvassa. Eljut hozzá. Norvégiába olvassák, Norvégiába olyan emberekhez jutnak el információk magyar nyelvről lefordítva, hogy fogják a fejüket, és az megy be a tőzsdei rendszerbe. Londonban arról beszél, múltkor az egyik olvasónk és írónk és csapattagunknak a kis előadását, amit több órán keresztül angol nyelven tartott meg a norvég tőzsde vezetőinek, illetve a királyi család megbízott embereinek, meg a titkosszolgálatnak, meg. Ilyen postaim meg kis előadást. Soros György élő belelemény hallgatta a telefonos kihangosításban, amit végül kiderül. Kellett több gyerekek. Mindenki tudja. Mindenki tudja. És itt arról van szó, hogy olyan, és jön vissza a hírek fél évvel ezelőtt, hogy mi ebbe a kis tudományos körbe, szakkörbe gyakorlatilag utolértük őket tudásban. Csak az a baj, aki közlekedett, azt tudjátok, hogy lehet utolérni a másikat. Amikor mellette vagy, az már azt jelenti, hogy az az a pillanat, amikor utolérted. Az az egy pillanat volt. Aztán a következő már előtte is vagy. Tehát a lendületben lévő az nem tud utolérni. Utolért és lehagyta. Az gyakorlatilag előzés. Ennyi. Ez mindenkinek meg van adatva. Csak van, aki nem hiszi el, van, aki elhiszi. Az oroszok itt vannak. Ez nem kérdés. Nekem. A törökök is itt vannak. Perzsák is. És ha kitör az a háború, akkor már egyáltalán ne vegyen mérget senki arra, hogy itt a Mossadnak bármilyen esélye lesz bármire. Persze, hogy csúnya dolgokat csinálhatnak, ugyanis az a baj, hogy a zsidó bevette magát mindenhova, és nem fogja ingyen adni azt, amit ő már magáénak tud. Most ugye magyar emberek ugranak ki a kirakoltatásra szánt házuk ablakából, meg lesznek öngyilkosok. Na most a zsidó ezt megteszi. Csak neki a szekrényét kinyitja, és egy arzenál borul ki belőle. Érted? Még tőled elveszik a kis halefodat, a rendőr, magyarnak mondott rendőrök. Addig nála nem csak a jatagán van, hanem mindenféle lövő, gyújtó, robbanó eszközök, mint ahogy az izraeli atomfegyver magyarországi behúzolása sem kérdéses abban a körben. Nem véletlen volt ez a jódizotópos történet ám. A Gellért-hegy is környéke, ott a barlangrendszerekben a rossz nyelvek szerint nem csak hagyományos robbanószereket húcoltak össze, hanem azért Pilisben van egy-két síró, ami elég furcsán sugároz. És elvileg a szovjet atomfegyver már jó régóta nincs az országban. Ezek most kerültek be, két éve nagyjából. Tehát ők készül? Ja, hogy ezt
Bözsi néni, mit szól hozzá, hogy atomfegyver, zsidó atomfegyver magyar. Hát, mit ne mondjak, kisfiam, mit ne mondjon semmit. Nem számít. De az, ami számít, az az a kör, amikor összeül a nemzetbiztonsági szolgálat, kirúgják az MVH-s vezetőt, Szlovákiában itt ott is, most már a mieinket idézőjelbe elkezdik egzetszíroztatni. Pont a lényeget nem mondják el. A lényeg pedig a cigánygyilkosságok voltak. A cigánygyilkosság, amire bele akartál az izraeli titkosszolgálat rángatni, a orosz titkosszolgálatot. Ennyi. Ez az a szint, ahol működik a rendszer. Ezért fontos, hogyha láttok valahol egy érdekes katonai konvojt, teherautó vagy vasúti szállítmány, és az megjelenik az oldalon, hogy itt is ott, ilyen irányba, fotó is van, az sokkal fontosabb, mint hogyha mi most a nemzetmentésről beszélünk. Mert azzal együtt, hogy a fontos információ ott van, gyakorlatilag megint keresztbe lett húzva Cioniknak egy nagyon jó terve, megint bebukta az egész rendszer, mert most akarta diszlokálni ide-oda, most szórjátok szét, Táborfalva ugyanígy bebukott annak idején. Táborfalva lebukott, hogy itt vannak az izraeli katonák, a hónap végén oroszok kirúgták a hírszerzés főnökét. Értitek? Most ment a szlovák hírszerzés főnöken. Jaj, hogy mindenféle mondat csináltok, valamit mondani kell. Nemzetbiztonsági? Persze, nemzetbiztonsági. Melyik nemzeti? Csak ez a kérdés. Ezért van az, hogy a magyarnak mondott nemzetbiztonsági vezetőket most ugye szedik sorba, mert hát benne vannak nekik. De ezt nem mondják be a tévébe így, hogy ezért van, ezt csak ti kitalálhatjátok. Ennyivel vagytok elő. És ezért tudhatjátok, hogy mennyire fontos az, amit most például a Jobbik összeszedne akármilyen információkat, kiborogathatná, 300 oldalakat nyomhatnak ki naponta a mindenféle elkövetett bűncselekményekről. Egy fél oldal nem jelent. Csak az, amit politikailag már átszűrtek, leszűrtek, engedélyeztek, hogy akkor ebből legyen egy ügy, mert azt meg kell nekem ott buktatni, és akkor csinálunk a plebszen, csinálunk egy izét, egy kis média valamit, hogy majd elfogtunk egy kokószállítmány, bebukott 30 kiló marihuán. Valakinek. Ja, de a Pintérnek meg a többieknek 100 tonnák mennek, jönnek, mennek, az mehet, érted? De a tömeg azt hiszi, hogy itt működik a, nem is tudom, mármis pénzügyőrség. De nem működik, ez csak a média. Ezt mi már tudjuk. Ezt tudjuk. Ezt már elmondja a nemzetközi sajtó, hogy a Afganisztánban azért vannak kint a NATO-sok, mert a MÁK ültetvényeket felügyelni kell. És hogy azóta, mióta kint vannak, meg háromszorozódott a MÁK ültetvényeknek a termék hozama is, és izraeli illetőségű gyógyszerészeti készítmények, ezt tegyük idézőjelbe, ezek miatt kellett ugye a gubókat állandóan metszegetni, tudod? Kész. Kész. De ezt már az angolok írják meg, amiről két éve beszélek, hogy a magyaroknak azért kell ott lenni, mert a magyarok nem, a parancsnokaiknak ugye katonai repülőgépeken azt hozzák viszik, hát ki állítja meg a katonai repülőgépet? Most jött Afganisztánból. Ezt mit hozok? Jó, sokat. Mákja volt neki. Mákja. Ez már finomított mák, tudja? Rétesben. Olyan mák volt. Na, azt akkor meg is van, hogy kiderül, hogy az ország nem létezik. Nézd, mosoda. Magyarország pénzmosoda. Egy maffia, zsidó maffia uralta pénzmosó műveit. Ami az Izrael is az. Adóznának belőle. Izrael is az. Ja, légadó. Na, hölgyek, urak, látom, hogy készülődés van. Mentek? Menni kell. Nekem is menni kell. Fél 8? Nem mondjuk. 90 óra kéne érnem. Na, kérdésetek van? Jó, elbeszélgettünk azért, nem? Oroszok. Mi van? Nem válaszoltam, nem most sem. Mondhatom, hogy spájzban vannak. Meg a pincsében, meg a padláson, mit mondjak még? Kicsit bőzben. Még van kaja a polcon, ha te elfogy, akkor jönnek ki. Figyelj, egyet tessék megérteni. Bennünket senki nem fog megmenteni. Bennünket. Jó, ha magunkat nem akarjuk megmenteni, ez azt mondtam neked, ha hülye vagy, akkor tök mindegy, hogy zsidó vagy cigány, hülye vagy. Az önmagában, hogy Magyarország, rohadtul nem fogja érdekelni. Mondtam, bejön a nem is tudom, orosz harckocsi, és azt mondja, figyelj, mindenki hülye ebbe a faluba, meg jó, hát akkor nem számít, hogy magyar falun megyek, vagy román falun. Ha van egy értelmes ember, aki azt mondja, figyelj, én intézem a dolgot, akkor nem kell szétlenni mindenki.
Itt jó kézben van a társaság, miért? Mert ő is magyar, mert fölismeri. Az orosz fölismeri, hogy ki a zsidó, volt bajuk elég vele, érted, a szovjet kommunista rendszerbe. Tehát ha valaki szívott, az az orosz volt. Nem kicsi. Magyar faluba, a városba bejön, a gyerekek, figyeljük már, a polgármester, jegyző, itt ott látod, azok, na az ott lógnak, itt a rendőrfőnek, na azt most lógatják föl. Jó, akkor ti csináljátok a dolgot. Figyelj, nem, itt mit csinálj, de tudod, itt két harckocsit hozzám én, mert ott van egy izraeli zsidófészek, ott meg a cigánytelepen, ott van nagyon néző hőzöngenek, ott hadd már itt azt a két, jó, az oké, rendben, ennyi. Érted? Körülbelül ennyi. Na, de ezt nem teszi meg senki, akkor bejön a parancsnok, és azt mondja, hogy gyerekek, hát akkor itt mindenki ellenség, mert mindenki menekül, vagy mindenki izé, vagy nem tudja, hogy mit kezdjen velem. Érted? Hát ő megkapta a parancsot. Nézzetek végig egy videófilmet Grozny-ról, Grozny elfoglalása. Nem fog senki sem látni arra. Higgyétek. Jó, de addig oké, ahol szól, hogy 100 ember tud buktásütni, 10 meg elmegy a háborúból, egy csak buktasütők vannak. 100 buktasütőből hogy lehet a 10 harcot kiállítani mostanság? Tényleg az orvosság. Majd buktába, vagy mi buktába dicsérd a napot? Igen. Buktába strichninnel, érted? Vagy bukta a pékné módra, a kis ciánnal, vagy nem tudom, és az ellenségnek kell osztogatni. Hát igen. Most is ezt csinálják, csak a Tesco-ba árulják is magyaroknál. Ugyanezt csinálják. Érthető voltam? Van megoldás, és nincs megoldás. És ez mind a kettő igaz. Nekem lenne egy kérdésem, hogyha meg akarnak mérgetni bennünket, meg ki akarnak írtani? Ez nem akarnak, ez már folyamatban érjük. Értem a lényegét, akkor ki fog dolgozni effektíve, később, hogy még jobban lehet. Itt van az információ deficit. A Washington meg hol van az a kőbe vésve? Ezt lusta vagyok megjegyezni. Georgia-ba 1880x évben, nem tudom, majd utána nézek pontosan, kőbe vagyon vésve, persze megint csak cionista Ronald Reagan szobor lehetett, az csak a akkori megfelelője, 500 millió embernél nem költ több. Ennyi a terv, 500 millió ember elegendő a Földnek lakosaként. Most bejelentették, hogy 7 milliárdon vagyunk. Milyen munkáról beszélünk itt? Olyan változások előtt állunk, amit hétköznapi ember föl sem foghat. Tehát egyszerre van a fölmelegedés és a klímaváltozással egyetemben a vizek szépen emelkedése, ugye ha valaki elmegy Velencébe, menjen gyorsan, még búvár ruha nélkül megtekinteti nem sokáig, mert süllyed, illetve a víz emelkedik. Nem süllyed, csak egyre többször mossa el a laguna, ugye a földszintet. Aztán majd jön a padlás, és aztán lesz itt még Atlantiszi ember kettő, tudod, mert ez még nagyobb földrengés nélkül, tehát nincs hasadás, repedés, nagyobb cunami földközi tengere nem szokott lenni. Bár ott is ugye van egy-két törésvonal, tehát ott az afrikai lemez, az pont ott a Szicíliánál, ott megy végig. Egy nagyobb durranás, aztán nem csak Ankara repülőtudok, hanem Tel Aviv is, meg hát Itália úgy, ahogy van, úgy ennyi volt. Na most ettől lehet, hogy nem állunk olyan túl messze, mert 2012-ben tudósok, kutatók szerint is van ilyen pont, amikor úgy képzeljétek el, hogy a naprendszer és egy másik csillagrendszer, bolygórendszer erővonalai egymásba érve, egymásra hatva, azért van most ilyen túl sok, nem csak a hat miatt, ilyen sok földrengés mostanában, mert ezek erőterek. Nem látod a bolygót, de az erőterei azok hatnak ránk. Ugye a nap is hat ránk, de a napra is hatnak, és ugye a napnak a nappal tevékenysége, ez a sok-sok kitörése, meg az, hogy a dőlésszög is ugye a precesszió a Földnek megváltozott, és más a nap belsési szöge is, gyakorlatilag nincsenek évszakok, megszűntek az évszakok nálunk, ahol ugye négy évszakon, mert Afrikában volt egy évszak, az nem tudott megszűnni, mert most kicsit hidegebb lesz az a nyár, vagy annyira, na mindegy. De nálunk ugye megszűntek az évszakok, gyakorlatilag összefolynak, összemosódnak.
kész. Télen, nyáron, nyáron, télen, melyik nap mit akarsz. Na, hogy ez 2012-ben ez a két bolygórendszer, ez abban a pontban lesz, amikor a csúcsán lesznek. Tehát, hogy úgy mondjam, egymás a legnagyobb erővel hatnak, de addig ez szépen lassan összefésült, és az az a pont, az átbillenési pont, az amikor így az üveg, tudod így lököm-lököm, ez már hat rá előhatás, és az a pont, amikor már erő. Na ez az ostorcsapás. Tudod, amikor egy rendéted, és akkor durran, amikor visszarántod, amikor kiszabadul ebből az előtérből. Amikor kiszabadul, na akkor van cumi, cunami. Tehát akkor van igazán olyan erő, ami ugye volt itt ilyen a dél-afrikai, vagy dél-amerikai kontinensnél, volt itt ilyen, amikor a holdat beállították pályára a földhöz, rendelték ezt a mostani mi holdunkat, hogy ott volt egy kis földkéreg elmozdulás, mert ott vannak olyan halászfalról lehet tudni, ami hirtelen 1200 méter magasra került a tenger szintől oda föl. Sós vízű tó, ami azért sós, mert az óceán vizét tartalmazta, azt kicsit fölküldték, most majdnem 2000 méter magasan van. És ez csak úgy érthető, amikor az ember azt mondja, igen, ez itt volt, az meg ott lesz, azért ásnak ennyi bunker. Azért van egyre több ilyen hír arról, hogy itt-ott találtak ilyen-olyan barlangot, itt-ott most mutogatják, hogy a Kádárnak hol volt a bunkere, hol volt a Rákosinak a bunkere, metró fúrás alagút építés van Budapesten, de keresd a hosszába, és azért nem tud kitalálni, érted, a Wakanda ebből a, ezért lehet, hogy a 8. zsidó menekülőtábort, föld alatti menekülőtábort fúrja már, amiről mi nem tudhatunk, azért nem költséghatékony. Tehát mindig csak pénzbe kerül, pénzbe, mert ez majd az utolsó lesz, hogy a metró nyomvonalat megcsinálják. Érted? Tehát olyan változások előtt állunk, amit józan paraszt észre fölfogni, csak azt tud, aki egy kicsit, hogy úgy mondjam, misztikusabb, spirituálisabb. És erre kaptunk ugye lehetőséget, hogy megértsük a sok szemét információk közül, hogy mi lehet ebből a valós. Ezek erre készülnek. Potyognak a műholdak az égről. Nem tudnak fölülni, most simán lődözgettek eddig föl mindenféle szputnyikokat, most visszapotyognak. Változik, odakint is minden megváltozott. Megváltoztak az erőterek, dimenziók, és minden megváltozott. És ez mind ránk hat. Mi nem fizikai lények vagyunk, csak. Sőt, elsősorban nem azok. Energia lények vagyunk, és az energia mező változott meg, ez rám hat. Mindenki, vagy aki begőzöl tőle, van, aki elhagyja a testét, van, aki mindenféle szorongással küzd, és van, akinek meg látomásai, meg meglátásai, meg megérzései, tehát akkor kerül helyére, antennája kezdenek működni. Erre szokták mondani a ilyen-olyan szeretett rezgés, hogy akkor elérte azt a frekvenciát. Hát igen, a fogadógéppel nincsen baj, csak a bejövő információ az fals. Tehát tudnám fogadni, csak hülyeséget, rossz csatornát hallom, érted? Jó a vevőkészülék, működik, csak nem a Budapestet kéne hallgatni, barátom, mert azon jön pont az, ami neked nem való, érted? Ennyi a megoldása a dolognak, hogy ki éli túl, majd ugye ki lesz a generális vagy a degenerális a végén, az azért lényegtelen kérdés, mert hogyha most elárulnám a nevét, már ha tudnám, akkor valószínű nem élnék túl. Tehát én most azért nem mondhatom el, még ha tudnám se, hogy ki lesz majd a degenerális, majd akkor, amikor, mert a mesterlövészek, amelyekre külön alakulatok lesznek, most már mesterlövész alakulatok, vannak, már nem lesznek, azokat szedik ki először majd ebből a harcokból. Ha ezek a harcok élesben... És azok itt lesznek akkor? Hogy tudok, itt lesznek? Így biztos, hogy itt lesznek. Teljesen mindegy, nem? Nem mindegy, semmi nem mindegy. Képzeld el, hogy mekkora pánik tör ki akkor, hogy kiderül az igazság, mondjuk a zsidókkal kapcsolatban. Ha kiderül, hát most már kiderül. Hát én is most mondom. Tehát azért mondom, hogy már kiderül. Na, én is most mondom, de hát tudod, annak idején Jézus is elprédikálta. Elmondta ő. Csak aztán ugye a ige hirdetők között sokan voltak azok, akik már gyorsan ráültek el, de hogy kiderüljön jobban. És aztán elkezdtek politikát, meg egyebeket csinálni, meg gazdasági erőfölé, aztán megcsinálták a saját egyházukat. A zsidó egyházukat, ami ellen Jézus egyház. És a rabinak a nagy csavara az egészben, hogy ők kezdték el hirdetni Jézust. Kvázi, a normális ember akkor azt mondja, hogy ugye kiönti a fürdetővizet a tartalommal együtt, érted a babát is,
Mert ha ők mondják, akkor az már nem lehet jó. A másik meg, aki mindenképpen Jézust akar, az úgy megy be szépen a zsinagógába, hogy nem is tudja, hogy zsinagógába jár. Mert ott néha Jézusról is szó van. De maga a hely az a zsinagóga, mert a rabbi hirdeti. Mellesleg néha megemlítve Jézus, csak nem vesz észre, hogy milyen nextus van körítése. Pont az ellenkezőjét. A rabbik nagyon-nagyon furmányosak. Nagyon régóta dolgoznak azon, hogy elérjék azt, hogy a tudatunkat úgy mossák, úgy változtassák meg, hogy mi önként akarjuk a vágóhídra menni, nem észrevéve, hogy ők kik. Ezért van az, hogy én elmondhatom, végignézed a Fidesz vezérpartot, abban egy magyar nincs, az mind zsidó. Mind zsidó a Fidesz, pofára mindenre, ott magyar arcot nem látsz. Az LMP-t is végignézni. Senki nem foglalkozik vele. Ez az első, amit a bármelyik titkos szolgálat úgy alakul. Nézd meg ki, ki az. Dosszié. Yes, yes. Lapozzuk. Anya, apja, hol volt, mit csinált. Nagyanya, nagyapja, ők apja, és így dolgozik. Érted? Ez az első. Na most ez a dolog az, amit senki nem csinál rajtunk így. Meg az MNA. Ketten. Érted? Senki más. Miért? Mert az összes többi, az rögtön az első, nem az anyja apjánál már el akar. Most melyiket mondjam, a tutit vagy a kusert. Érted? Rögtön bele akar. Ezért nem akar vele foglalkozni, hanem rögtön elbagatelizálja, hitelteleníti, legyárt dokumentumokat, ugye így volt a Vona Gábor valmincus dokumentum, amit úgy földobtak a internet. Ha kiderül, hogy sokaknak föltűnik a Vona Gábornak a feje, hogy ez egy kicsit olyan askenális, amit később aztán a Csurka le is írt, de akkor már ez a dokumentum, ez a hamisítvány dokumentum ugye kim volt az interneten, amire ugye én rá is csapta, hogy akkor tegyük már fel a kérdést. Most aztán ki az, az a már nem vitatott kérdés, hogy gyakorlatilag a Jobbik bebizonyította, hogy hova tart a parlamentben, hova tartozik, Gauli Nagy Tamás, izraeli baráti kör, parlamentben, miután velem fölveszi a kapcsolatot interneten, és ugye büntetésből utána beléptetik, hogy akkor most tegye a nagy esküt oda, csak kóser mehet, tehát a faj kérdés, ennyi. Na, most már ez kiderült. Tehát mi a kérdés még? Csak ezt rajtam kívül nem mondja ki senki. Innentől kezdve izgalmas. Pedig ezt mondhatná, mert leírhatná a többi hírportál is, hogy elolvashatná több ember. Lemehetne az a meccsezés, amely a postaire pont neten, most neten lemegy. Érted? Ott is mehetne, hogy vitassuk már meg, hogy ki mondja. Ki ennek az apja, ki ennek az apja, és ez nem megkerülhető kérdés. Miért? Mert bejön az orosz, és azt ránéz, hogy zsidó, veled nem beszélek. Ja, csak az anyád úgy zsidó. Te meg református vagy, valós katolikus vagy, vagy mikor, hogyan gondolod? Akkor se beszélj, mert volt már elég baj. Tetszik érteni? Ez az alapja. Ha ez nincs megalapozva, ez nem faji kérdés. Nemzetbiztonsági kérdés. Nemzetbiztonsági kérdés. A három vicce. Most. Aztán, hogy holnap? Vagy hogy ma este, hogy? A jó Isten megmutatója. De ő nyugodjatok, mert meg fogja mondani. És az idő nem számít. Persze jó lenne abban a tudatban élni, hogy de győztünk, de ebben a helyzetben mi a győzelem? Nagyon keserves árat fogunk ám. Ha ezért a győzelemért olyan árat fogunk fizetni, hogy lehet, hogy sokat azt mondjuk a végén, hogy bárcsak mi győztünk volna. Ettől magyar a magyar. Mi nem magunkat akarjuk menteni az egész világot. Tudod, de SOS. Mentsétek meg lelkeinket. A lelkünket akarjuk. És más lelkét akarjuk menteni. Jézus is azt akarta, nem? Azért prédikált a zsidónak. Mert nem tudta, hogy nincs lelke a zsidónak. Mert nem mentett. Már nem hiszem, hogy nem tudta. Tudta. De mégis ez volt a küldetése. Na? Kérdés. Gergelyekre mondod, hogy esetleg az van, ami van. És hogy vannak szükséges áldozatok, és hogy nem fogja adni oly könnyen, amit akar, akkor például a miért ide jött? A több víz, mert gondolom azért itt több van. Igen, de terület. Esetleg az szennyeződik, vagy csak a többi? Az a veszélyes a végén, képzeld el, hogy megmérgezni a kutakat még mielőtt tenni. Tehát itt olyan vízkincsünk van, hogy azért lejutat mondjuk 1000-1500 méter mélyre, akár hogyan, akármilyen, és elfertőzni az összeset, az előbb-utóbb ugye hozzáteszem, hogy Korontár az ezt csinálta.
nem tűnt föl senkinek, hogy választási csalás, másnapján kolontár, főrökkarról. Nem? Eltelelő hadművel. Persze. Beszélt róla valaki? Ja, néhányan itt rögtön írtunk róla. Akkor többi mindenki cipzár. Miért? Mert vagy hülye, vagy az ő emberünk. Más verzió nincs. Persze rögtön mi, mi vagyunk a paranoiások. Gyerekek, ennyi véletlen nincs. Ennyi véletlen nincs. Ez nem véletlen. Be van bizonyítva. Minden. Igen? Csak annyit akartam, hogy ha ez kell neki, akkor... A utóbbi harcot. Győzni nem lesz nehéz. Győzni nem lesz nehéz. Már győztünk. Győztünk, mert még vagyunk. Még nem állt meg a jardos autó, még nem kapkodnak bennünket össze, még mindig szabadon beszélhetünk, bár ugye van, ahonnan kitiltanak, van, ahonnan nem, és a többi. Még a telefon ugye lejön, mint annak idején, hogy ez most szabad vagy nem szabad, még ugye benne van, de ettől függetlenül ez az élet sava borsa. Hát nincs ezzel semmi baj. Ezzel nincsen baj. A baj azzal van, tudod, hogy nagyon sok ember még mindig az óránál van vezetve, és még mindig nem olvasom vissza, bár ugye egyre többet olvasgatok olyan dolgokat, amiket én mondtam 2-3 évvel ezelőtt el. Egyre több embernek kéne kinyírni a szemének, és egyre többnek kellene igehirdetőnek lenni végre, ugye elhívatottnak lenni, aztán hogy kiválasztott lesz, vagy nem, azt nem lehet, az majd kiderül. Hogy hívat. Tudjatok el, mindenki, aki ezt fölfogta, hogy igen, ez így van, érzi. Nem nekem kell hinni, nekem semmit se kell hinni. Én sem hiszek el semmit. Az a baj, hogy nem csak elhinni akarják, hanem meghallgatni sem. Tudod, ez a Jehova tanúi, azok jönnek téríteni, aztán amikor úgy menekülnek, már messze elkerüljük a kapumat, tudod, mert na, mindegy. Nem is akarom meghallgatni őket, mert nincs miről. Nincs miről beszélni. Jártunk már így, nem? Akkor, hogy ülj le, beszélj ezzel, meg ezzel. Mondom, miről? Igen. Elkezdek beszélni, meg meghallgat maximum. Igen. És a végén mologat egyet, hogy hát, hogy én ezt nem tudtam. Én szívesen beszélgetnék emberekkel, nem nagyon van kivel. Pedig Berecképtől elbiciklizett. Ugye? Annyi idő alatt kiolvashatott volna, 3 postai előadást meghallgat, mondjuk negyed ennyi, és nem kellett volna elbiciklizni innentől odáig. Érted? De inkább elbiciklizett, mint hogy tudjon. Hát mindent megcsinálnak az emberek, csak hogy ne szembesüljenek a valóságban, mert a valóság olyan szörnyű, az így pofán kap őket, és rájönnek arra, vagy teljesen nem mozsolódnak, vagy ez az átlag, vagy pedig azt mondják, na, ez lehetetlen, akkor csináljuk meg. És ott kezdődik az élet. Ez annyira lehetetlen, hogy azért lehetséges. Itt jön be Isten a képbe. Mert bármi lehetséges, de aki azt mondja, hogy ez lehetetlen, ott bukik, ott vége a játszmát. Na most ott szokták abba hagyni pont a meccset, ahol kezdődik. Azért olyan sokat küzdöttem, elküzdöttél odáig, hogy a startvonalhoz az állás. Oda kaptál egyébként. Hát én azt hittem, hogy itt van. Nem, barátom, még el se kezdted. Az most kezdődne. De az, ami eddig zajlott, az azért volt, hogy indulni akarsz-e ott a startvonalnál. Érted, hogy ilyen egyszerű a dolog. A Jóisten így működik. Tehát eleve illogikus, irreális, a Jóisten néha kicsinyes, néha túl nagyvonalú, de semmiképpen emberi léptékkel még nem logik. Érted? Ez a paradoxon. A Jóisten paradoxonok elvén gondolkodik. Az, ami nekünk logikus most emberileg, na az az, ami nem működik. Az az, ami nem logikus, koan, ez nagyon sok koanban benne van, tehát a keletinek mondott gondolkodás, ugye a japán, kínai, csang buddhista, egyebek, buddhista, ugye Buda, azokban remekül ez el van mondva. Az működik. A rabbik így gondolkodnak. Neked odaadják a görögnek mondott formális logikát, hogy hát értem én, de mégsem működik. Azért, mert úgy van összerakva, hogy nem működjön. De ennek működni kéne. Rossz az alaptézis. Rossz a szabály, amiből kiindulsz. Hozd létre az újabb szabály. Azt nem szabad, még arra törvény van, hogy nem szabad újabb létrehozni. Azt megtanították, az is azt tanították meg az iskolában. Ne gondolkodj. Ne használd a fejedet, ne rakj össze 2 információt, ami esetleg egymásnak ellent is mond, és ne hozzál következtetéseket. Erre találták ki a pártokat, a megmondó embereket, azok, akik nem azt mondják, gondolkozz, majd ő megmondja a tutit. Gondolkozz. És mondd meg te a tutit. Lehet, hogy igazad. Nálunk ez a honlapon gyakran előfordul, hogy hoppá,
Bözsi néni mosogatás közben, puf, és oda teszi. Cáfolhat, így van. Hát miért nem nekem jutott eszembe? Érted? De lényeg, ott van? Ott van. Működik? Működik. Bele téve a közösbe. Gyerekek, így lehet csinálni valamit. Ettől működik. És működik. Az, hogy élünk, az a bizonyság, nem? Működik. Jó? Háború. És béke. Olvassátok ki, Tolsztoj, remek műve. Ugyanezt az elvet vallotta, annak én ugye a Napóleon végiggyalogolt, mert minden szabadkönyves kinyitott előtt az utat. Szabadkönyvesben volt az osztrák királyházban, szabadkönyves volt a poroszoknál már a vezérkar, és szabadkönyves volt az orosz vezérkarnak a bizonyos része. Hát így könnyű győzelmet nyitni, nem? Hát egész hadseregek tették le a fegyvert harc nélkül. Ez a Napóleon mindig egy orvosszal előttük jár. Ők mindig tudta pontosan előre, hogy ezért volt zseniális, mert mindig megkapta előre az ellenségnek a hadibeosztását, ott hol kell támadni, hol kell őket, és könnyű úgy győzni, eljutni Moszkváig. Csak volt egy ember, aki nem volt beavatva a haditervbe, már ebbe. És ott elbukott, tudod, amikor a oroszlánnak nem mondják meg, hogy a nyúl lett tegnaptól kezdve a legerősebb áll. Kis kommunikációs hiba, nem szóltak neki. Ennyi. Kutuzovnak nem szóltak, és Kutuzov tudta. Tudta, hogy ez megdöglik magától, csak hagyni kell vergődni. Ha mi most még csináljuk jobban, akkor ledarálódik az egész orosz hadtest, ami még van. Az idő. Az, ami a legnagyobb barátja volt neki. És most én azt mondom, hogy ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, az idő bizony nekünk dolgozik, csak éljük túl, legyen mit enni, inni, végre szeressük egymást, gyerekek, de ne az ellenséggel barátkozva, ez nem mindenkire vonatkozik ez a... Nem, most ismerjük már föl. Az ellenséget is keblünkre kell ölelni, de el ne engedd, amit mozog. Szokj hozzá, mert ha ő lesz gyorsan, a gyerekedet nem engedi el, amit mozog. És ez tény. Van, akit meg kell szabadítani. Mi az? A diomeditának kegyelmennél, ahol a helyzetben kerül, ő nem fog. Erről van szó. De nem azért kell megölni az ellenséget. Az ellenség kikövetelte magának, hogy elvesszen. Most a ciklusban ugye azt mondja, hogy jó Isten dönt, de a jó Isten nem úgy hagyja végre, hogy leküldi a halál angyalait, és majd itt hátra nézel, kérem a csipszemet meg a kólámat, végignézed, amíg a halál angyala dolgozik helyetted. Nem. Azt mondja, figyelj, te meg, te arra vagy kitalálva, hogy végezd el a munkát. Régen a legbecsültebb munka volt a hóhér szerepe. A mai háborúban katonának ezt a tisztogató munkát. Ez egy felkent dolog. Ez nem gyilkos, a katona nem gyilkos. A honvédő háborúban nincsenek gyilkosok, aki a hazáját, a nemzetét, a családját, az nem gyilkos. Nem gyilkos. Lehet az, amikor átlépi azt a határt. De önmagában az ellenség, aki a családodra, életedre, tudatodra, nemzetedre, Istenedre tör, ő maga döntött a sorsát. Ők maguk döntöttek. Én nem állok ellen, meg akarnak halni, a gyerekek. Értve? Ez nem egy rossz dolog. Szép végszó, nem? Szerintem hagyjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ha esetleg valakinek